Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Kívánom mindenkinek, 6 óra után 16 perccel vagyunk. Ajajajajajaj. Hát itt vagyunk. A turnénk utolsó állomásán, gyerekek, egyelőre elmaradni látszik az Armageddon. Hála jó Istennek, köszönjük szépen. Tegnap szép kínoztuk a mi promóciós lányainkat, és naponta, percenként, óránként mutattunk nekik műholdképeket, hogy azonnal csináljanak valamit, ha itt esni fog az eső, de egyszerűen hihetetlen profizmussal győztek meg bennünket, hogy higgyétek el, jó idő lesz, és igen, a proféta szól belőlük. Igen, áttettük 8-ra, mert akkor többen lesznek. Már micsodát? Az Armageddon. Ja, az időt, igen. Nem, hát tegnap nem voltunk ilyen szerencsések, hát a Salgótarjában úgy indítottuk a napot, hogy egy másfél órás ilyen kis hevesebb esőzéssel. Én ma már vízálló bakancsba jöttem, illetve hoztam magam vele egy nem túl drága, de annál vízlepergetőbb esőkabátot. Hát szerintem meg fogjuk úszni. Legalábbis nagyon remélem. Meg most rápillantottam én is a telefonomra, nem mond esőt, gyerekek, úgyhogy nem élitek át azt, amit a Salgótarjániak. Hát az valami elképesztő volt. De az egyik legklasszabb város tényleg, mert hogy nem mentek el, álltak esernyővel, ki esernyő nélkül, folyt a nyakába a víz, és ott maradtak 10 óráig. Hihetetlen, amit végigcsináltak hát egyébként. Nagyon kordonoztuk a teret, nem is tudtak volna elmenni. Ha már aki bejött, érted, maradjon ott, úgyhogy nagyon jó volt, tényleg ügyesek voltak. De tényleg. Na, ha valaki esetleg nem tudná, hogy a mostani helyszínünk hol van, akkor mondom, hogy ez az Árkád üzletház, és hát hogy lehet minket megtalálni, valaki biztos nem tudja, melyik az a Fehér úti bejárat, az Őrs vezértér, ugye, villamos. Hát a buszpályával szemben. Itt tesz le egyébként, pont a 3-as villamos itt teszi le a kedves utasokat, illetve a kedves Morning Show rajongókat, közvetlenül a stúdió mellett, szinte eltévesztetetlen. Annyit azért elmondanék, hogy a budapesti Árkád, mert hogy van egyébként, ha esetleg egy másik városba indulnátok, a budapesti Árkád Őrs vezértere, gyermekkorom, ifjúságom egyik különösen kiemelt fontosságú színtere, a Köki mellett, mert hogy én innen mentem ezerfele, innen jártam egy időben haza a Kőbányára, innen mentem Nagytarcsára vissza a Seregbe, és innen mentem a vezérúti tanműhelybe is. Neked Istenem. Ez olyan, mint nekem a Times Square, nem? Ugyanaz. Igen, tulajdonképpen igen. Így van. Illetve én Ferinek a közvágói. Miért? Én életemben nem jártam, hogy gyerekkoromban, ne viccelj. Nem, viteket, igen. A közvágói, de hát az Budapest, ide mi nem mertünk jönni. Hát meg egy puszta ökölcsapással öltétek a tereket. És azt is otthon csináltuk. Hát minek jöttünk volna Budapestre, az volt otthon is. Akkor ez Vadon János tér lesz, ha te meghalsz? Hát szerintem igen. Én nagy valószínűséggel. Nagy valószínűséggel, hogy legalább egy mellszobrot kapok valahol. Nem lesz túl látványos, de lesz. Én neked elintézem. Dudálnak. Nem, csak bevágott valaki elé, ne integessen. Én elintézem neked, hogy ez Vadon János tér legyen. Ha veled bármi történik, akkor átneveztetem az Őrsvezértelet. Jó, legyen ha már odaérek. Mert azt abba bármit vele gondolhatnak az emberek. VJ vagy mi? VJ tér. Ja, gyerekek, el kell, hogy mondjam, én még tegnap megjártam Balatont, akartam az Instára további tájképeket csinálni, de már nem fárasztom az Insta közönséget. Olyan szép viharba keveredtem, a felén sütött a nap. Ezt az Instagramosok kedvéért. Ugye, hogy itt meg nem teszek, gondoltam. Balatoni tájkép, most néhány kép a meccsekből. Nem, lementem, nagyon ritkán csinálok ilyet, de most bevállaltam egy olyan műsorvezetést, ahol nekem kellett egy vezérigazgatói szerepet eljátszanom. Ez ment, gondolom. Aha, most már értjük, miért vállaltam. Láttam, ezen fürödtem benne. A vezérigazgató pedig leültette a 23 alkalmazottját, eltűnt, és én mentem vissza, és én csináltam meg velük a csapatépít előtt az évértékelő beszédet, ki miben fejlődik, ki miben kell erősödnie. És gyerekek, mondta a többieknek, hogy srácok, na látjátok, ha ilyen lennék, hogyha nem csak okos lennék, hanem szép is. Igen, ha ilyen lennék, nem kapnátok fizetést. Így van. Gyerekek, olyan zseniális munkahelyen voltam, komolyan mondom, hogy elájultam tőlük. Nem többen, mint 20-25-en dolgoznak, néhányan betegek voltak, de hogy valami hihetetlen, jó hangulatú munkahely, és nem csak a csapatépítőnek, meg az elfogyott, nem tudom, Rozénak köszönhetően, hanem egyszerűen szerették egymást, fiatalok, középkorúak, idősek, mindenki ugratta a másikat, elképesztő beszólások. Egy asztal körül ültünk egyébként Köveskálon, egy nagyon szép kis szállodában, és nagyon jó volt. Eddig még nem túl eredeti.
De nem a helyszín a lényeg, hát nem a helyszín a lényeg. Hát nem mondta, hogy nem örülnél egy köveskáli csapatépítőnek egyébként, csak hát, mondom. Tehát, egy picit azért, igen. Eredeti vagy nem eredeti, azért ha megnézed az elmúlt 6 évet, ugye? Bármilyen csapatépítőnek örülnék, csak ne kelljen gokárt hozni. De gyerekek, annyira helyesek voltak, hogy az valami fantasztikus. A végén megjött a vezérigazgató, elbúcsúztatták a régit, mondtak egy megható beszédet, kapott egy ajándékot, mindenki aláírta. Nagyon-nagyon tényleg. Mi volt az első mondat, amikor megjelentél? Mert ők ugye nem tudták, hogy teljes. A büdös mód. Hogyan? Hajrá már! Tényleg mekkora feje van. Ezt a rohadt életben. Álmodok, vagy milyen jó. Nem, helyesek voltak. A vezérigazgató az, hogy elmegy a mappáért. Elment a mappáért, és én jöttem vissza az ő mappájával a kezemmel. Leültem, odahívtam a titkárnőt, Viktóriát, és aztán megindult az értékelés. Mindenkinek motto volt írva, miben szeretne fejlődni. Viktória volt. És ezzel az úton tovább mentetek, mint a feleséged, de hiszen Viktória. Viktóriának a végén végre kellett hajtani egy feladatot, mert ő is kapott egy meszt, neki azt egy ilyen tóból ki kellett hozni, beugrottak a többiek, mindenki fürdőruhára vetközött. Tehát tényleg nagyon jó hangulatú, jó hangulatú kis csapat. Csapat volt egyébként. Viktória, a mappát, légy. A mappát. Úgyhogy ez volt, én este 8-ra értem haza. Nem tudom, hogy ti mikor, de nagyon durva. Nagyon durva volt tegnap. Este 8-kor mit csináltam? Éppen küldtem át a kedves nejednek néhány fotót. Magadról, Somos és a mesztelen alsó testedről. És mondtam már, hogy ezt ne csináld, mert mindig kitörni, de te folyamatosan küldöd. Remélem, Balázs még nincsen, ott gyorsan törölt ki, ahogy megbeszéltük. Hallottam, hogy köveskálomban nézd meg ezt a fotót, ez a legújabb, ugye milyen szép, hogy csempe vagyok. Láttam, igen, a kukából megnéztem a telefonját, és... Köveskál, vagy honnan még Salgótarjánból küldtél képeket? Somoskői képeket még így búcsúzóul, természetesen ugye lezártuk a vidéki helyszíneket, és akkor gondoltam, hogy már egy picit ilyen olyan képekkel lássuk már el a Facebookosokat, amik mondjuk emlékeztetek mint arra, hogy mennyire jól éreztük magunkat, tényleg ez a 4 helyszín, ez nagyon-nagyon jó volt, hát természetesen Budapest is nagyon jó, illetve nagyon jó lesz, és milyen jó, hogy egy villamos megállóba tettük, mert elhisszük, hogy miattunk jött ki ez a sok ember. Csak várják a annyi lesz, hogyha megjön a villamos, akkor a fele elmegy, de jön a másik fele. Mindig tudjuk valami. Mire fogni, jó, elment a villamos, oké, na jó, hát most jön egy másik, és akkor ott szépen megint megtelünk egyébként. De ez jó hely, mert itt is a körbe kerítjük őket, nem tudnak sehova menni. Sehova. Tehát ezért nagyon húzunk egy szalagot, és aki átmegy, az csak élete kockáztatásával mehet át egyébként. Kis ilyet, ki megy dolgozni? Aha. Maradtok, majd ti. Sehova. Mindjárt jön a tűzoltóság, körbe kerít benneteket. Mi dolgozol te itt az elsősorban? Hello. Nem ő, nem baj. Aki jelentkezett ott, igen, hello, mit csinálsz? Itt az Árkádban. Tényleg? Oh. Igen. Eladó vagy, vagy mit csinálsz? Igen, és hányra kell bemenned? 8-ra. Hát ez az időmilliómos vagy. Hát fél hétre idejöttél, vagy 6-ra, még 2 órát van. Az nagyon jó. Nem is akarsz elkésni, nem? Hát de. Majd később nyitok ki. Na jól van, oké, hát akkor 8-kor elengedünk természetesen. Én nekem próbálok belépni erre az SMS falra, de nem hagy. Megváltozott a jelszó? Kirúgtak? Hát kicsit a mai napra így. Valamit nem tudok, amit tudnom kellene? Na, itt vagyok. Azt mondja, hogy megnyugtatásul Budán az allénál már esik. Köszönjük, jó hír. Annyira rohadékok a hallgatóink egyébként. Nem, semmi probléma nem lesz. Nem erre jön. Nem szabad. Igen. Pest Erzsébeten csíp-csöp eső van. Milyen helyesen írta nekünk, Zed, köszönjük szépen. A Petőfinál is esik az eső. Nem, ezt se halljuk. Ezt meg se halljuk. Majd itt eljárjuk az esőtáncot. Nem, az ősvezér téren nem fog esni az eső. De hogy fog? Nem fog. Nem eshet. Nem. Mi volt tegnap, Feri? Tudtál pihenni kicsit? Én 1 órakor értem haza. Na, eltévedtél? Nem, hanem én nem akartam azon az úton jönni a 21-esen, amit föltúrtak, és jöttem a 22-esen így Széchenyi felé. Tök jó volt. Az nagyon dolog, szép. Az nagyon szép. Aha, úgyhogy egykor hazaértem, megálltam tankolni, ahol a kutas lecseszett, hogy mi az, hogy én arra járok Rocsóról, és nem hozok neki ajándékot. Mondtam, hogy ne haragudj, tesó, nem tudtam, hogy te itt lesz, várod nagyon. Hazaértem, de a következő döbbenet az délután 5-kor ért, mikor mentem a gyerekekért, fiam így ránézett, és azt mondta, te mit keresel itt. Hát mondom, életem, nekem is, mert hogy én azt mondtam, hogy mi 1 hétig fogjuk járni az országot, tehát a Soma az így mérte az időt, azt mondja, 4-et nem aludt itthon a fater, akkor még van 3 szabad esténk, érted, amikor nincs fenyítés, és így ezzel fogadott, mondom, én is szeretlek, drága gyerekem, nagyon hiányos ezt, te mit keresel itt? Tényleg, és visszament játszani. Eredeti, de aztán meggyőztem, hogy jöjjön haza, úgyhogy ez volt, és akkor hát a szokásos, ugráljunk apán, tudod, végre itthon van. Tudom.
Igen, de voltál otthon, nem hazamentél egyszer, nem? Egyszer találkoztunk, ja, azért nem kényeztetjük őket ilyenkor, tudod. A Jani a legnagyobb benne, tehát ő vasárnap eltűnt, és tegnap ért haza. Mind a kette jól csináljátok. Egyszer voltam otthon. Szólítsatok nyugodtan lúzernek. Nálam otthon két hetes kételőzősről tudnak ebben a pillanatban. Két nap után hazamentem, ahogy repült a gyerek a kezembe, tudod, pelenka, azonnal köpted, és cumi, bukás, minden nagy már ugrált rajtam ide, úgyhogy én is csinált most, te már két napja csinálom. Salgótarjánban, hajnalban, úgyhogy. Hazamentem, egy puszi, tiszta alsó, legalább kettő, aztán megyek. És hol aludtál ma tegnap este szállodáztál, hogy azért a pesti kitelepülése időbe odaérjen? Vagy kivettél itt valahol egy szobát, hogy hazamentél, leköszöntél, és már jöttél vissza szállodázni? Egy kamionos parkolóban aludtam. Így van. Alkalmi török barátokkal. Ja Istenem, na jól van, nézzük, itt élnek a hallgatóink ilyen korán reggel, mi a helyzet az utakon, M3-as Nyíregyháza irányában a Káli lehajtó előtt autó az árokban, Bandita küldte nekünk. Én is láttam egy balesetet, a feje tetején állt egy Fiat Bravo vagy Brava, de hogy tud egyébként a Hungárián egy autó a feje tetejére esni, azért azt egyszer kíváncsi lennék, tehát megnézném élőben, hogy ez hogy néz ki. Mert ahhoz gyorsan kell menni. Uh-huh. Meg ha gyorsan is mész, egy tök egyenes úton, hogy lesz egyszer csak az autó a feje tetején? Hát valószínűleg a... Elmegy a patkára? Igen, a villamos vágány mellett az úgynevezett Demszki csöcsök vannak, már elnézés, de ez a... Így hívják, hát a dépnyelv így hívja, és az megdobta a kereket, nem? Az simán. Simán lehet. A csecsek veszélyesek. Nem érezted Demszkiről, mint ezt? Gipsz mintát vettek a melléről, és utána... Velem is többször előfordult már a pályafutásom során, hogy ráfutottam egy-két csecsre, és így utána pedig, mint a bogár forogtam a hátam utána az élmény hatására. De simán lett. Egyébként azért egy tök egyenes úton felborulni azért az művészet. Nem egyszerű. A Hungárián, ahogy jössz és megérkezel, a elhagyott a Kőbányai út kereszteződését, Benzingút jobbra, és mész tök egyenesen a Lágymányi út felé. Ott felborulni azért az nagy truvány. Talán már meséltem, hogy én egyszer a szemem láttára történt egy szép nyári napon Pesszent Lőrincen, senki nem volt az utcában, jött egy ilyen kis autó, nem tudom miért történt, de tett egy heves kormánymozdulatot hölgy, és az utca közepén úgy felborult, hogy gyakorlatilag nem volt ott semmi. Ment az autó, és egyszer csak hopp, és így felborult. És így oda mentem hozzá, és az oldalán feküdt az autó, kinyílt fönt az ajtó, kimászott hölgy, és ilyen, én azt hittem, hogy ott valami ember halál lesz, és mentem, és kérdeztem, hogy bocsánat, segítetek valamiért, és azt mondta a hölgy, hogy nem kell, karatézom. Picit azért az adrenalin, hogy be volt éppen. Ezt mond, picit karatéza, hát jó van, mondom, hát én meg tájboxolok, hogy gyere, pakolj föl, mutass valamit, nem. És akkor mondta, hogy én karatézom, és kimászott, és ennyi történt. Még sokkal jobb, mint azt mondta, hogy nyugalom, mindig így parkolok, nem? Tehát, hogy azért próbálják utána csinálni. Karatézom, ez mondta? Aha, ezt mondta, hogy igen, én karatézom. Valószínű. És akkor így gyakorlatilag ennyi történt. Visszabillentette az autót, és tovább ment. Aztán én is tovább haladtam krumplier, hagymáért és szalonnáért, amiért apám küldött. Ne zavarjon benneteket, hogy a 120 tehénnel az árkádhoz sem tudok odahajtani. Hát. Ez most ebben a pillanatban lehet, hogy nem annyira zavar bennünket, de ha egyedül tudsz, akkor gyere. Trafi a 84-es úton Nagyszeng belterületén a Sopron felé haladókat méri. Üdv, Andor. Ki szeretne velünk játszani élőben? Tegye föl a mancsát. Ennyien szeretnétek, hogy jól elpopsizzunk benneteket Fekete-fehér igenemben? Kicsit sok. Te itt az első sorban, hogy hívnak? Szia, hello. Szia, Kriszti vagyok. Kriszti, jól játszol? Nem játszottam még soha. Még soha. Szívesen kipróbálnám. Jó, lehet róla Kriszti szó. Kicsit hosszú kitelepülésre készült, mert bőröndel van. Itt van előtte. Gondoltam, megyek veletek hétvégére is. Jó, hát megbeszélhetjük. Hárman-három felé megyünk, de valamit kitaláltunk. Összeveszél a pasiddal, vagy kiraktak otthonról? Nem, utazom haza békésre. Hó, Feri! A bajban! Mindig hétvégére hazamész? Igen, de előtte még dolgozom. Dolgozol, itthon, márhogy Budapesten. Mi dolgozol? Közúti fuvarokat szervezek. Közúti fuvar szervezés. Uh-huh. Évről évre egyre több ilyen titokzatos, számunkra titokzatos munka van, nem? Amit már nem tudunk megfejteni. Közúti szervezés. Hát szállítmányokat kiszállítunk, beszállítunk. Aha, így már egyszerűbb. Aztán repülővel megy tovább, vagy hajóval. Akkor bonyolódott. Most újra elvesztettük a fonalat. Jól van, oké. Na meglátjuk, jó? Szeretné játszani, akkor ki találunk valamit. A Blahán ömlik. Csabi küldte nekünk. Kösz. Csabi, léci. Nem ér ilyen SMS-eket. Mert megkeresünk. Igen, nem ér nekünk ilyen SMS-eket küldeni, hogy hol milyen az idő. Csak azt küldjetek, ha szép idő van. Jó? Fél hét van pontosan. Ákosunk, ami drága Ákosunk elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. Klassz FM-en. 3/4 hét.
Múlt pontosan 4 perccel. Köszönjük szépen, itt vagyunk Budapesten a turnénk utolsó állomásán, az Árkád üzletház előtt. Gyerekek, hát kapjuk az SMS-eket, hogy hol milyen idő van, meg hol esik, meg a blahá, mi történik, kit érdekel. Itt szikrázó napsütés. Jó, az. Aha, talán aha. Ebben a formában ez nem biztos, hogy igaz. De a felhők fölött van. A felhők fölött, igen, mindig kék az ég, úgyhogy egyelőre jól állunk, még mindig érdemes hozzánk kijönni, mert hogy nem esik az eső, és ez reméljük, hogy így is marad egészen 10 óráig. Na, hát csak mondom, hogy olyan 43-an írtak eddig SMS-t, hogy a bögrét azt kivinni el, ennyi helyre nem tudjuk odaadni a bögrét, ennyi bögrénk összesen nincs, ahány SMS jött. Tehát megpróbálom mindent kit kiszolgálni, igen, de ennyi összesen. Ennyi viszont összesen apró nincs. Darabokat tudunk a bögréből adni, 43-at. Azt lehet egyébként, hogy széttörjük és odaadjuk. Relikvia. Mi történt az Ákossal? Nem váltó műtétje volt? Igen, nem volt a hangja. Hallottátok ti is egy kicsit más igen, a hangja, és ugye? És megkomolyodott. Kicsit, komolyabb lett, nőiesebb lett, de én ennek ellenére kedvelem egyébként. Igen. Kitartok 10-ig, hogy jön Ákos a hírekkel. Jó? Sokkal nőiesebb nem lett. Sokkal nőiesebb nem, igen. Azt mondja, hogy nézzük az SMS-eket gyorsan. Valaki szeretne velünk játszani, mert azt mondja, hogy csak azért jött ide ki, hogy bennünket elnáspángoljon. Na, melyik az a nagy arc? Csak azért kettem is jöttem ki ilyen korán, hogy lealázzalak fekete fehér igen nemben benneteket. Zozi a negyedik sorból, sárga pólóban. Hol vagy? Nem lehetsz te, mert az nem a negyedik sor, legalább 8. A sárga póló, és rajtad van egy kék pulóver, az annyira nem tudom összetenni, tehát hogy vagy félrevezettek, vagy rosszul tanultad meg a színeket, de hogy rajtad egy kék póló van. Alatta van egy sárga, alattod. Aha, ja, hogy a póló sárga, jó, én csak a kék fölsőt láttam, mondom azért, vegyük át a színeket gyorsan. Hello! Hello, szia! Csak ezért jöttél, hogy... Pontosabban azért, hogy téged lealázzalak. De jó rányúltam az SMS-edre. Mostanában túl sokáig lovagoltál, úgyhogy ideje lenne visszamenni a pöcegödörbe. De köszönöm. Igazából lehet, hogy tereplovagláson voltam. Tehát, hogy kimentem, ki kilovagoltunk. Hát most a sokadik hetet hozzuk. Hányadikat, Feri, hogy állunk? 15-2. Érted? 15-2! És ebben ő is benne van. Bizonyám. És most mennyi az állás? 3-1-re megnyertük a hetet. Na, még valami kis csíra. Köszi, állj vissza. Figyelj, egy szépítés benne lehet neked igazából, ha szeretnél játszani. Jó, nézzük meg, hogy megy akkor ez a játék, jó? Rákészültél? Volt valaki? Mit tudom én, a nagy id, akit porrázúztál, megaláztál? Nem, csak a számnagy még soha nem játszottam. Ja? De jó vagy. Nem baj. Az a cél, hogy 10 másodpercet tovább bírjam. Tényleg? Na, most kezdesz visszahátrálni, azért nem így indult az SMS-et. Kicsit szerenyebb lenne, mint az SMS-et hangvétele. Kicsit előrébb jöttél, közelebb az üvegstúdióhoz, most már csak 10 másodpercig szeretném minni. Még közelebb jössz, srácok, inkább nem is játszom, kijöttek a pont. Elnézést, jó, figyeljetek, akkor igen, nem fekete-fehér, bocs. Igen, előre kimondom. 10 másodpercig csendben leszek, akkor jó lesz. Jó lesz, az megoldod, nem akarjuk elvenni az önbizalmadat. Mehetünk? Nem, fekete-fehér, igen. Mondd ki nyugodtan. Jani? 3-2-1 fire! No! Szeretnél kérdezni? Hát szerintem inkább kérdezzél te. Akarsz? Kérdezel? Akarok, igen. Na, vége, köszönjük. Nem sikerült a 10 másodperc. Na jó, van akkor. Direkt volt, hogy visszaadja az önbizalmadat. Jaj, a legnagyobb, igen. Persze, direkt volt azért, hogy neked jó legyen, persze. Mindenből jó jövök, 10 van. Úgy tudom, hogy ajándékcsomagot így is kapok. Persze. Változtattunk, mert ez csak a vidéki helyszínekre van, jó, hogy automatikusan megkapod az ajándékot, tehát dupla, most nincs. Dupla kiölégülés mindig úgy jelni, hogy valaki nagyon arcoskodik, tehát valaki csak azért jön, elpopsizlak benneteket, de nagyon kikaptok, srácok, és talán az első mondatában bedurantja. Mit vegyek ki belőle, a sapkát, a bögrét, vagy a nyakba akasztót? Mert ugye nem nyert, tehát azt szoktuk csinálni. Melyik a legfontosabb? Hát ha nem tudsz dönteni, akkor bögre. Az a legfontosabb, akkor az marad. Adjuk neki oda az egészet. Tessék, megvan, benne van minden. Ciao. Köszi, sziasztok. Kifelé menet úgyis leütnek és elveszik az ajándékcsomagot, mert nagyon sokan akarnak nagyon sok mindent. Hát gyerekek, így akkor a végére még... 4-1-re hoztuk a hetet. Hát szerintem nem rossz, és ez 16-10... Ez már benne volt, mert, mert 3-1 volt tegnap, tehát mindenféleképpen megnyertük, úgyhogy 15 nyert 7-2-vel szemben. Nagyon jó, gyerekek. Nagyon, nem, komolyan mondom, nem találok szavakat. M3-50, a 34-es, nem, még egyszer, neki még szép odvali, M3-as 35-ös kilométerén, 4-es karamból Pest felé alakul a dugó, 24 órás futár Pisti, küldte nekünk, Kerepesi Hungária sarok már esik. Csabi újra. Csabi, mi van vele, Csabi? Tegyétek tiltó listára. Így van, találjátok meg a szolgáltatót, be tudjuk mérni. Cella információt ide. GPS koordinátok alapján, akkor keressük meg, és ne bántsuk nagy. Ugye, de hogy benne van egy ilyen kis kárőrvendés. Már igen. A Kerepesi Hungária sarkán is esik. Nem sokára ti is megásztok. Ha de jó lesz, de szerencsére én autóban ülök, úgyhogy nekem nem lesz semmi baj. Léci, Csabi, ne. Igen. Azt mondja, hogy zajlik az NBA rájátszás. Köszönjük. Ez egy nagyon fontos.
információ volt, igen. Sajnos meló miatt nem tudok megállni az átkát előtt, egy nagy kék buszból mindig dudálni és integetni fogok. Buszos törpilla küldte nekünk. Mondjuk elég sok kék busz megy itt el. Viszonylag, de majd én úgyis automatikusan integetek bármikor, bárhonnan dudaszót hallok, úgyhogy akkor majd integetünk neked is törpilla. Az nagyon szórakoztató, azt figyeljétek, mikor dudál valaki, és így ilyen integet. Nem, csak gyalogos volt. Bárhol dudálnak, valaki rossz helyen lépett rá a járdáról. Igen, Jani azonnal integet. Na jól van, szólaltassuk meg egy-két embert, Feri, csak így, hogy legyenek hangok. Ki miért jött, mit szeretne, mit vár, miről mondott le, hova menne, mi történik. Hello! Hello, hello! Jó reggel! Hello, Tamara vagyok, és Tamara, Erzsébetről, Pest Erzsébetről. Na! Szomszéd. Nem hiszem, hogy mindenki vagy a 13, vagy Pest Erzsébet, vagy Lőrinc, tényleg. Kötődnek hozzám, jönnek vele. Igen. Munkából, vagy... Szabit vettem ki. Csak ezért? De jó fej vagy. De helyes, hogy itt dolgozol? Bölcsiből, Kasszagrétan, bölcsibe vagyok. Bölcsibe gondozónő. Ja, azt hittem, mert mondom, ezért egy picit már túl koros. De jó, egy olyan vagy, mint az Abaházi Csabi, ő is minden jelentéktelen dolog miatt szabadságot vesz. Azt hittem, úgy nézek ki. Nem. És a bölcsiből viszed tovább a csoportot, vagy nálad mindig bölcsisek vannak? Vagy te viszed tovább, mert vannak óvónők, akik ugye bölcsiből kezdenek, és tovább viszik aztán egészen ballagásig. Csak bölcsi. Te csak bölcsi. Csak bölcsi. Uh-huh. Aha. Az egyik nagyon szép hivatás. Szeretem is. Csak sok türelem kell hozzá, még nem nagyon beszélnek, sokat sírnak, nem? Tisztába tenni őket, tehát ott azért még de nincs kommunikáció. Az a legjobb. Hány éves korig bírod a gyerekeket? 3. Le akartam passzolni az én kettőmet, meg a te nagyodat. Gyorsan gondoltad, hogy ezzel egy babysitter. Egyébként közös babysit jó valahova, betesszük őket, kis szabad hétvége. Sem. Most mondtad, hogy csak 3-ig bírod őket. Van nagyobbak is. Figyelj, az enyémmel, meg a Feri két gyerekével szerintem egy óra alatt megőszülnél. Hát összeengednék őket, kihullan a hajad szerintem, nem? Nem, van türelmem. Na, menjünk tovább egy kicsit itt az elsősorban. Valaki, hello, ciao. Hello, jó reggelt, sziasztok! Nagyon elszánt vagy, minek örülsz? Neked! Suliból? Suliból? Nem. Most kezdtem el a BKV-nál egy föld alatti járművezető tanfolyamot, és mai napra kaptunk szabadnapot, és úgy gondoltam, hogy kijövök hozzá. Milyen misztikus hangzik föld alatti járművezető, és a metróvezető, ez azt jelenti? Hát a föld alatti és a metró nem ugyanaz, de mondhatjuk M1-es metrónak. Ja, de kis mindig? Föld alatti fogod, és nem olyan a tanfolyam, mint a metróé? Tehát bonyolultabb? Hát 6 hónap nálunk, nem tudom a kettes metrónál mennyit, de alapvetően az a különbség, ugye, hogy ez egy kéregjárat, a metró pedig sokkal lejjebb. Ja, ne hülyeskedj, ezt már magam is akartam mondani, hogy a kéregesek, érted? Kéregjárat. Az micsoda? Így van. Alacsonyabban, magasabban van, mint a metró? Persze, igen, ez úgy épült anno 1896-ban, hogy az Andrássy utat felásták, letették a sineket, kialakították így az alagutat, és akkor a végén tettek rá egy ilyen födémet, és akkor most azon járnak az autók az Andrássyn. Ez az alapvető különbség egyébként a kéregjárat és a féregjárat között, hogy a féregjárat egy másik téridő kontinumban kerülsz elő, a kéregjáratnál pedig a mexikói úton. És ez valami gyerekkori álom, hogy így keltél egyszer, hogy te föld alattit akarsz vezetni, és azóta kitartasz? Nem vagyok eredetileg budapesti, hanem Hajdú-Biharban lakom, Sápon. Ezért. És nagyon régóta érdekel a mozdonyvezetés, de az egy zárt kaszt, tudom, nagyon nehéz bekerülni. A mozdonyvezető. Zárt kaszt a mozdonyvezetői kaszt. Az illuminátusok. Igen, mint a szabadkövűvesek, de oda nem lehet bejutni, vagy hogy érted? És akkor most itt láttam egy ilyen hirdetést, illetve a legjobb barátom is ott dolgozik, és akkor ezáltal több szűrőn voltunk, és akkor bekerültem. Te király. És most elengedtek benneteket? Felengedtek a fényre? Ne, Istenem, de fény, napfény. És van előrelépés? Innen lehetsz mozdonyvezető? Tehát ha ez megvan, az oda alap? Hát nem alap annyi, hogy lesz egyfajta vasúti előképzettségem már idézőjelben. Meglátjuk, mi lesz. 2 évig mindenképp itt fogok dolgozni. Kicsit rá vagy gyógyulva erre a kötött pályás dologra, ugye? Igen, nagyon-nagyon szeretem. Én úgy gondolom, hogy ez igazából nem a munkám lenne, hanem a hobbim és a szenvedélyem. Istenem, ilyen emberek kellenek a BKV-hoz. Ilyen emberek kellenek. Sajnos az én képességeim nem alkalmasak arra, hogy a régi nagy álomat megvalósítsam, én hajtányos szerettem volna mindig lenni. Csak az nehezebben menne, igen. Na jól van. 2 perc, pontosan 7 óra játszunk a hírek után, mert hogy vannak játékaink, jó? Aztán van egy csomó témánk, ezekkel is foglalkozunk, kisorsoljuk, hogy ki lett a hét nyertese, és május 4 és 14-e között kellett vásárolni a budapesti Árkád üzletházban, regisztrálni a játékra, úgyhogy ezt is kisorsoljuk majd, hogy ki kap különböző nyereményeket, mert hogy 100 000 forintos nyereményünk is van, egy darab 100 000, még egy darab 100 000 és egy darab 70 000 forintos nyereményünk is de van. Szép, igen, csak úgy mondom, is sorsoljuk. Hogy ez 270. Igen, nem ezt akartam, hanem hogy esik. Igen, elkezdett egy kicsit szemerkélni, ne? Hát de ez csak úgy tűnik. Nem, ez nem az, amit éreztek. Csabi írta SMS-be. Egy perc, pontosan 7 óra, jövünk Ákos hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred.
A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Sziasztok! Micsoda tömeg! A színpadon a Metallica. Yep. Hello, drága budapesti hallgatóink, itt vagyunk, 4:08 lesz pontosan 3 perc múlva. Helyszínünk az Árkád üzletház, Fehér úti bejárata, ha valaki esetleg nem tudná, és üzenjük azoknak, akik írták, hogy esik az eső, itt nem esik. Nem esik, bevele. Nem esik, tényleg néhány csepp volt, de elment, elűztük, úgyhogy jó idő van, érdemes kijönni. És már a nyomotokban vagyunk. Igen, megtalálunk menetért. Hogy ízlett a pogácsa? A két kezével sütötte tegnap este. Tegnap, ezért nem aludtam. Finom volt. El. Jó volt? Ugye? Jó, igen, nagyon jó volt. Fincsi volt. János pogácsát osztom el, gyerekek. Egy igazi tündér. Pogácsát. Ha tudnátok, hogy ez a pogácsa hol járt az elmúlt héten, mindegy, nem érdekel. Az a jó egyébként, Hétfő óta vele van. Melegette az ágyában, vele aludt. Mindig hátra megyek a sátorba, és amikor legközelebb megyek, ilyen tanástalan arcokat látok magam körül, aki nem tudom mit, de nagyon keresnek. Igen. Hova büdös francba tettem. Ez konkrétan a stábnak a reggeli élet. Hol a Jánossal életveszély vigyázik, minden fölkap, elvisz, tegnap már székeket dobált a végén a hallgatóknak, csak hogy mindenki örüljön. Technikai... Sok sport, kevés kaja, ez a hosszú élet titka, most már ők is tudják ott hátul. De ha ízlet, mindent értetek, úgyhogy ez abszolút jó. Kamu, az M3-os baleset, most jöttem el arra, nincs semmi jó, a forgalom bokca küldte nekünk. Esőben is várok, miattatok keltem 4:30, amúgy sokáig alszom, nyerni szeretnék. Anita írta nekünk, Anita, hol vagy? Anita, tedd fel a kezed. Tedd fel a kezed, mert én más vagyok, ez egy splash goal. Hol vagy Anita? Jaj, várjál, jövök. Anita. Nálam van a telefonod, szívem, majd mindjárt jövök vissza. Feri, valakinek elvitt a telefonját. Igen, mert igen. Közben beszélgetünk. Hello! Hello! Anita, te olyan messze vagy? Igen, itt találtam ülőhelyet. Ja, hogy te mi, elfáradtál a korákkelés? Tízig azért sok. Ja, hogy 10-ig itt leszel. Az jó, nagyon helyes. És miért keltél ilyen korán? Honnan jöttél? Budapest mellől. Budapest mellől. Amúgy szeret sokáig aludni, azt írtad. Mit csinálsz, hogy mit dolgozol? Igen. Fú, hát két munkahelyem is van, és sulizom. Úgyhogy így minden egyszerre. És na. Ennek ellenére sokáig tudsz aludni. Ez jó? Ezt mondd el, hogy csinálod. De szeretne sokáig aludni, csak igen, szeret. Csak most felkeltem 4:30, amíg gondolkodtam, hogy kijöjjek-e, vagy maradjak otthon, de hát többet értek. És megérte? Meg. Idáig meg. Mondtam, na, jó van. Mondtam, akkor. Rohadtul nem. Na, megyek is, szevasztok. Nem, itt parkoltam, hogyha valami nem úgy jön össze, akkor tudjak menni, de nem. Jó van. Mit tanulsz, és mi a két meló? Itt az ősvezérem van pont a sulim, a BKF. Itt vagyok mesterképzésen. Aha. Milyen mester leszel? Kommunikáció és média tudomány. Azt a kutyafáját. Média tudomány, érted? Jöttem tanulni most tőletek, hogy kell csinálni ezt. Mondjuk a jegyzetelés nem láttam. Fejbe jegyzettelek. Ennyi év után már megéri. Helyes, nagyon helyes. És egy 4 órai munkám van egy építőipari cégnél, mint adminisztrációs. És egy... és egy kozmetikai cégnél segítek. Szertágazó, egyébként szertágazó. Jól van, Anita, köszi, hogy itt vagy, pucilunk. Köszi. Azt mondja, hogy van kölcsébe egy esernyőtök, itt vagyok az első soron, Farmed kabátban. Bea, hello Bea. Esernyő, nem kell. Ott van Bea, félsz, hogy megázol? Most már nem fogsz megázni, úgyhogy nem lesz eső, de ha elkezd esni, akkor neked szerzünk egy esernyőt, jó? Azt mondja, hogy Gipsze Zoli írta nekünk, ha csak egy persze láthatnak titeket, akkor is jó élmény volt, köszönöm. Gipsze Zoli valószínű, hogy neki mennie kellett. Na, hát van nekünk egy játékunk, ami hát, hihetetlen. Nem találok olyan jelzőket, amivel ezt a játékot illetni lehetne. És a héten játsszuk utoljára, de lehet, hogy az egész univerzumban ezt ma játsszuk utoljára, se múltban, se jelenben, se jövőben nem játsszák ezt egy másik időségben. Az utolsó szlalomversenyük nem közérkezik. Tűnhet el pedig így, nem tűnhet nem. El ez a játék, amit nem. Milliók figyeltek, amiért milliók izgultak. De hát be kell fejeznünk sőső játékot, mert ugye mindannyian voltunk már a tegnapi napon EKG-n és a szívritmus zavarainknak nagy része ennek köszönhetnek a hihetetlenül izgalmas játéknak, aminek a lényege tulajdonképpen ugye annyi, hogy szlalomozni kell egy robot fűnyíróval. A többi szabályt nem is nagyon tudjuk, de nem is állítottunk több szabályt egyébként. Aha, tehát, bárki bármit csinálhat. Ott vannak a játékosai? Mind hello! A kettő. Csajok! Sziasztok. Hello, kit hogy hívnak? Bárdos Alexandra. Alexandra. Sziasztok, Marian vagyok. Alexa az jó, vagy Alexandra lennél? Alexa az Alexa. Jó. Alexa. Volt egy ilyen énekes csaj, Alexa, emlékszel rá? Hát nem nagyon. Nem? Mert akkor ő még nem volt. A Váci utcában forgattak egy videoklippet, és ott rohangált le föl, és felvették egy VS kamerát. Emlékszel Alexára? Hogy nem emlékeznék? Hát tudod, nagyon jól, hogy neked is, nekem is a műveltségem nagy része az E-pluszból származ. Alexa, hogy hívják a másik lány? Bocsánat. Marian. Marian, hello. Sziasztok. Marian. Honnan jöttél, Marian?
Tessék. Honnan jöttél? Nagytarcsáról. Nagytarcsa! Igen, szia Jani! MH1941. Igen, igen. Ez micsoda, Jani? Ez a laktanyámnak volt a sorszáma a Magyar Honvédségnél. Mert hogy nagytarcsán voltam katona. De szerintem ő nem a laktanyából jött, vagy hát legalábbis a hangja alapján. De egyszer volt egy kimaradásom, és kicsit hasonlít rá. Na bocsánat, átverekedem én is magam a tömegen, itt vagyunk. És Alexa, te honnan jöttél? Én a 17. kerületben. Majdnem 18. A mindenit. Megfogtad a vállam? Nem, hanem a vállam. A feneked akarta. De miért nem a fenekem? Miért nem vagy bátrabb? Ott értem el. Legyél nyugodtan bátrabb. Na, hát gyerekek, itt van a pálya. Tehát komolyan mondom, egyszerűen, tehát hogy a Nürburgring sehol nincs ez a pályához képest. Sehol, nem? Tehát hát komolyan. Egyszerűen hihetetlen. Monaco az a kanyarban nincsen. Már átépítik a várost, hogy ugyanilyet tudjanak csinálni Monacóban. Igen, ki kezdi, csajok? Nagyon durva játék lesz, készüljetek. Kezdem. Jó, fűnyírás, ahogy állsz. Nem csináltam még soha. Soha nem nyírtál még füvet. Te lehet, hogy született tehetség vagy. Igen. Na mit szólsz ez a kis géphez, Csini, nem? Hát nem hasonlít egy fűnyíróra, de tetszik. Nem, egyébként tényleg nem, de állítólag egy magától lenyírja. Így van, van egy kis dokkolója, oda visszamegy, föltölti magát, felméri a terepet, megcsinálja, amíg te alszol, vagy amíg nem vagy otthon. De most kiküldöd kézi a kerdőt és levágja, tényleg? Te lehet programozni, hogy azt mondod, hogy te reggel elmész 8-tól 10-ig, ő akkor dolgozik. Hazajössz, és amikor te a gyerekeiddel önfeledten akarsz játszani, akkor már akkor ő alszik. Akkor ő pihen. Így van, csak egy a kutyát ilyenkor el kell zárni. Csinálnám otthon nyugodtan, úgyhogy átvállalom a fűnyírást házi munkával. De mi van tényleg, ha van egy ilyen kis palota pincsit bedarálja? Aha, oda meg hozzá, és akkor kb. Ennyi volt. És vége is a kutyának. Hazamész, és milyen szép zöld a gyep, de ott egy picit piros. És az ott igen, és még ezek a lábdarabok. Na, lányok, tessék megfogni akkor a távirányítót, jó? Mondjuk a közönségnek, hogy készüljetek föl, mert csak azok nézzék, akik tényleg nagyon bírják az izgalmat. Jó, a kiskorok takarják el a szemüket, mert feldolgozhatatlan az élmény. Az érzékenyebbek azok most elnézzenek ide. Na, mennyi a legjobb köridők? 42 másodperc. Azt hiszem, talán ez Baján sikerült beállítani. 42 másodperc. Hát az körrekord, gyerekek. Az szinte egyszerű, de ez érthetetlen, felfoghatatlan. Ott egyébként egy rutinszerű doping szűrésen is átesett a játékos, mert nem hittük. Átment? Jó volt, mi? Átment? Nem. Megbukott a doping szűrés. Na jól van. Számolsz, Jani? 1, 2, 3. Oké. 3, 2, 1. És tessék! Na kérem szépen, hát őrületes a tempó. Komolyan mondom. Micsoda kezdés, de az első kanyarban már problémái vannak a játékosnak. Ide-oda tolat. Nelson Piqué nem ment annyira. Egy lendületből csináld meg. Nagyon jó. Nagyon jó. Aha, egyébként volt, van esély, hogy meglegyen az 1.30. A 43 már nagyon menő. Szerintem egyébként Niki Lauda be se vállalta volna ezt a menetet, hiszen ő mindig a biztonságra törekedett, így és van. Azért ebben van egy veszélyességi faktor elég erőteljesen. A Klassz FM oldalán nézhető egyébként a Twitter oldalunkon, a Periscope app-el, ha valaki bírja az izgalmakat, de tényleg csak azok jöjjenek, akik ellen tudnak állni annak, hogy szívinfarktus kapjanak. Van, egyébként nem állunk rosszul, nem állunk rosszul. Kerül meg, és utána már csak az egyenes van. Két pályamunkás sajnos áldozatul esett már a versenynek. Igen, kicsi betaráltuk ezt a dolgot. Nagyon jó. A látvány kb. Háromszor olyan gyors, mint a Born ultimátum. Hihetetlen. Fölfelé most mintha egy kicsit elakadna ez a jószág. Egyenesen kell. Ilyenkor nyomni kell. Órája. És meg is vagy. Mennyi volt? Hú, de gyönyörű eredmény. 56. 56? 56. Hú, az komoly. 1.30-al kezdtünk hétfőn. Igen. Sopronban. Ahhoz képest egyébként ez egy egészen barátságos idő. Jó, na. Ő úgy áll is, be is állított, ja, jaj, de rendes, ja, vagy komolyan, hát fölállsz a startvonalhoz azért, hogy a barátnőd esetleg jobb időt érjen el, mint komolyan, micsoda önfeláldozás. Jó. Odáig állj előre. Még aha, csak azért mondom a vikinges kollégának, hogy készítsük elő a porral oltót, jó, mert már füstölnek a kerekek. Ezt a tempót már maga a gép sem bírja. Hogy állsz a fűnyírással? Hát én se sokat. Nem sokat szoktál füvet nyírni. Aha, nem baj. Jó, hát majd most belejössz. Nincs szebb mindegyik, hogy betonom füvet nyírni. Na, tehát nagyon autentikus. Oké, mehetünk? 56 másodpercnél, ha jobbat csinálsz, akkor a mai futamot tenyered. Ha 43-nál, akkor pedig az egész hetet. Igen. Aha. 42 most látom. Tessék? Így már nem stresszel. Ne is nagyon, mert azt szinte lehetetlen megdönteni egyébként, jó, de nagyon ne izguljál. Mert ha 40 másodperc alá mész, akkor állíthatunk neked egy szórat a Sándor palota először. Várj, a VJ-téren. Jó, a VJ-tére. Mehetünk? Hát őrület. János? 3, 2, 1. Te vagy. Tessék! Te vagy a futamigazgató, olyan vagy, mint Charlie Whiting. Aha. Ez az! Aj, nagyon jó, apró, pici darabokra szedtük az első szlalomot, nagyon jó. Picit kamikaze technika, de célra vezető. De tetszik egyébként, nem baj. Jó, Alexa ne nagyon izgulja, hogy látom. Nem, nincs, a bajaiak se nagyon féljenek, mármint az a leányzó, aki egy olyan a főrekordot tartja. Gyere, nyomjad!
Hát a jó, a nem is jó azért, ugye? Hát nem. Rossz, nem. De... Igen, igen. De ha most még ezt az utolsó sikánt itt nagyon jól veszi, így van, az légumikon, akkor egyébként egészen jó lehet. Aha. Gyorsan fordíz is, tessék. Jó helyen vannak a tászlók. Az biztos is. Volt Vaján is, aki reklamált egyébként, a néni konkrétan ott óvni akart. Gyorsan már csak egy visszafordul. Emlékszel a nénire, Vaján? Nagyon aranyos volt, igen, ő már még mielőtt befejeződött volna a verseny, már azon gondolkodott, hogy hogy óvja meg. Nem volt igazság. Igen, tolja, a betyárjál, de jó, hogy vége ennek a játéknak, mert a kutya pályát, hát még egyszer ezt, akkor elfogytam volna idegekkel, ha ezt végig kell néznem. Alexát 3 másodperccel megaláztad, tehát te vagy a mai nyertesünk, egy tök ugyanolyan ajándékot fogsz kapni, mint ő. Így van. Igen, van kite apró kis stíles ajándékunk. Jó, fogadjátok szeretettel. És akkor mondjuk el, hogy ki az, aki megnyerte azt a kis klassz fűnyírót, amit már mi egyébként sejtettünk Baján nyilván, hogy ő lesz az. Mert nehéz lett volna megdönteni, hogy hogy hívták? Egy M235-ös, így hívták, már a fűnyírót hívják, így egy viking, ez a főnyereményünk, és a bajai nyertesünk pedig 42 másodperc. Anita, Fébó Anita, ha jól olvasom. Te írtad, Zsuzsi? A gyöngybetű ide? Aha, jól van. Ez milyen általános iskola volt? Ilyen keveset foglalkoztatok a tantárgyal. Fébó Anita, 42 másodperced. Drága Anita, hallasz minket, akkor megvan a kis fűnyírod. Jó? Most a levegőbe csapott, és felmondott. Tudod. Istenem, megvan! Megtaláltam! Megvan egy M235-ös elektromos fűnyírógép. Gratulálunk neki. Anita, nagyon, nagyon ügyes voltál. Gratulálunk egyébként. Hát, és a főpolgitól előre is elnézést a térkő cseréje. Ahogy felszaggatták a lányok. Föltépte. Várjál, itt valaki nagyon túlvezérelt. Mondja? Gyerek suliba megy, lehetne azt a selfie-t? Persze, hogyne. Hát ja, semmiképpen persze. Ne várjátok meg a megszólalás végén. Persze, tessék. Hányat hiányzott a gyereked? 200. 200-at hiányzott eddig? Aha. 200 órát? Az nem rossz. De hol a gyerek ilyenkor? 200 óra, hát az alatt más leérettségizik. Ja, és neked kell a selfie. Uh-huh. Ja, hogy elhozol a gyerekenet, hogy csinálja meg a selfie-t. De nagy... Azért nem megy iskolába, hogy anyának legyen egy selfie. 200 napos hiányzás. Minek tanul a gyerek közmunkát? Meg vagyunk? Egyetemi docens lesz a végén. 200 óra hiányzással? Hát azért azon melózik el egy kicsit, és mindig te írod neki alá? Nem. Magának írja alá a hamis igazolás. Ismerős. Igen, egy körbe menek a lakótelepe. Igen. Jó, van, na rohadjatok iskolába. Jó? Haladunk a stúdió felé, csak azok ezért mondom, akik mindent a kéznek, semmit a szemnek alapon próbálnak meg ismerkedni velünk, hogy Balázs az első, ott fogdoltatok. Kijövök még, jó? Kijövök, csak még muszáj közlekedési híreket olvasni, tessék? Semmi gond. Köszönjük, csajok, ügyesek voltatok. Anyád nagyon túlvezérelt, ugye mindig ilyen? Igen. Igen? Sok a mama, pici? Hát... Igen, te tulajdonképpen nem is akartál ma kijönni, mi? Igen, te nem is akartál kijönni, mentél volna a suliba, nem? Nem. Hogy ment volna már? Hát nem szokott. Csokkó, volna tetszett jönni? Te messze tetszett. Ahogy Györgyei tetszik lenni, onnan nem messze van. Szelitől pedig farmos, én nagyon sokat nyaraltam arrafele. Úgyhogy... Tényleg megfogták a fenekem. Jó. Jó a feneke a Balázsnak, gyere már szőke tündér. Milyen a feneke? Nagyon szépen köszönjük. Azt mondták, szuper a feneked. Nagyon szuper volt. Ha egy kicsit fiatalabb lettem, hogy elkaptam volna. Jaj, gyerekek, na nézzük a közlekedési híreinket, mit írnak a mi drága hallgatóink, hiszen nem csak itt van élet, hanem az éteren keresztül kapunk mi rengeteg üzenetet. Azt mondja, hogy Salgó Tarján ragyogó napsütés. Megértjük, van nektek miért. Egyébként szegények tegnap nagyon megáztatok. És a Szegen mérnek a körforgalom előtt. Csöpi a HRM vezér küldte nekünk, köszönjük szépen. Csöpi szerény. Az M3-ason a 15-ös kilométernél Nyíregyháza felé egy őz, majdnem megkaptam, de visszaszaladt. Mindenki vigyázzon, Pankus küldte nekünk, és 60 Budapest pályán jól járható, balesetről semmi hír, bevezető picit dötyög. Mátyiő írta nekünk Itáliában. És Mátyiő ráadásul, és így írta alá több kével egy francia Itáliában. Igen. Itál mellettem egy hölgy, aki ünnepelni szeretne. Na, mit ünneplünk? Ti vagytok a legjobb 18. szülinapi ajándékom. Értjük a célzást, köszönöm. Hát az. Tizenben van a 18. Igen. Tényleg? Isten éltessen. Köszönöm szépen. Nagyon, nagyon, nagyon boldog szülinapot kívánunk. 4 perc van pontosan 7:30, jövünk egy 15 után. FM-en. 3:48 lesz, 2 perc múlva. Hello!
Itt vagyunk Budapesten, méghozzá a kitelepülésük utolsó helyszínén, ugye Árkád üzletház, Fehér úti bejáratánál egészen pontosan, és gyerekek, az időjárás még mindig kegyes hozzánk, mert sok helyen esik Budapesten, de nálunk nem. Reméljük így is marad. Egyébként 10 óráig. Áginak közben hallom, igen. Ági, megkaptad? Megkaptad, mert én nem. Na, azt mondja, hogy az esőt megúsztátok, engem nem fogtok, Perec még úton. Hello, köszi. Aztán itt vagyok a helyszínen egy teniszütővel és egy labdával. Egy közös képet szeretnék, itt vagyok. Legmélyebb tisztelettel, ami ez Dávid. Ó, hol vagy? Kezeded, Dávid. Ott vagy. Hello. Egy fiatal ember, mert ugye nekünk van egy képünk az SMS-ekből a Dávidról, aki egy fél éve bombáz téged egy közös teniszmérkőzéssel, és megmondom neked őszintén, hogy nem ilyennek képzeltem a Dávidot. Igen, én is máshogy képzeltem. Én is hiányolom a fejpántot. De valóban teniszezel, vagy akkor tanultál, vagy játszol? Akkor tanultam. Akkor tanultál, és azóta játszol? Persze, ma is megyek. Nagyon helyes. És hogy megy? Egész jól. Egész jól, ez nem hangzik mások túl. Mások mondják, gondolom. Nem, én. Nem hangzik túl jól. Jól van, örülünk, hogy itt vagy, jó? Megcsináljuk természetesen a képet, ha már volt egy ilyen távoktatás, ugye? Ezt játszott hát Dáviddal, hogy minden nap megcsinált valami gyakorlatot, és aztán másnap újraírt. Később már videókkal is bombázott minket, úgyhogy igen, egész egyébként a nulláról, ha nulláról indultál, akkor azért szépen sikerült feljönnöd. Ja, ugye. Hát velem aztán tudod. Igen. Bár Balázs, állj fel egy pillanatra, légy szíves, meg küldtek neked valamit. Mit? Egy fel, légy szíves. De vigyázz, eltörték a bordámat, bajnak. Nem, semmi, nem fog fájni. Jó. Megfogtad a fereket? Igen, egy idős hölgy küldte, mondta, hogy adjam át mindenképpen. És nem merte élőben, vagy nem jutott oda? Jó, hát akkor ez is megvolt. Egyébként te még nem fogtad meg soha fenekem. Itt az látod? Idő végre, de gyönyörű kapcsolat. Egy évet vártam rá, igazából a csúcsra értem, srácok, köszönöm szépen a közös munkát, Balázs segét megfogtam, én nekem ezzel pont elég. Valós, őszintén nincs is semmilyen idős néni. Tehát ne, nem, reggel fölébredt és azt mondtad, na jó, ha ma nem, akkor soha. Nem, igazából azt szeretem volna mondani, hogy nincs is semmilyen segged. Én olyan vagyok, mint a Gönci, mindig ott hagyom a fenekemet. A biztonságból a trezorban. Azt mondja, hogy nincs baleset az M3-oson, ne rémizgessünk dugóval, köszi gyér. Gyerekek, hát mi azt mondjuk, amit küldtök, ha nincs dugó az M3-oson, akkor azt is bemondjuk természetesen. Na, festékzuhany, a retteget zuhany, ez jön most. Így hívjuk mindegy, ez egy Fear Factor játék lenne körül. A retteget zuhany, és a bajaiak nagyon helyesek voltak, mert hogy ők egy komplett obodának nyerték meg ugye az 50 litert, amit aztán mi még kiegészítettünk még 50 literrel. Gyerekek, hány zászló van itt? Hát elképesztő, micsoda installációkkal készültünk. Kik a játékosai? Adjátok vissza a Ferit közben, jó? Fogalmam nincs, én letettem arról, hogy valaha visszajussak, annyian vannak, úgyhogy én innen nézem majd. Szerintem vizet neki. Szerinted locsoljuk, legyen a legjobb rész. Na, az egyik játékosunk már megvan. Így van. Igen, és jön a másik is, gyertek csajok, jó, Jani mellé jó szorosan. Van egy igazi áldozat, és van egy nevető második. Igen. Ebben a játékban. Na, mikrofon tartsunk, vagy adjunk neki, gyere akkor ide hozzám, jó? És akkor majd mikrofonoznak, gyere Feri. Hogy hívnak? Orsinak. Orsi, hello Orsi. Ki az áldozat? Nem ismerem. Figyelj, annál nincs jobb, amikor az ember vagy a saját szüleit locsolja, vagy a saját barátját, vagy akit éppen nem ismer. Mit csinálnátok a festéken? Van szükség rá? Lakásfelújítás, házfelújítás, festés? Van rá lakásfelújítás. Lakásfelújítás. Nagyon jó, erre mennem. Aha. Na, adjátok vissza a Ferit, jó? Már megyek, már mindjárt odaérek. Gyerekek, eszméletlen tömeg van, de megvagyunk. Szeretettel köszöntöm a polifarbésokat itt ma. Jön a Feri, jön. Húzza arrébb a testét, fiam. Köszönöm. Igen, a kifejezéstelen alacú nénének mondjuk, hogy nem, az Ferinek nem a kulcstartója volt. Meg vagyok, az egy kicsit nagyobb. Már kulcstartó. Ki az áldozatunk? Hello, Bea vagyok. Hello, Bea. Hogy? Mondjad? Amikor összetalálkoztatok a kolléganővel, akivel játszol, ő mondta, hogy figyelj, szerintem te állj be a zuhany alá. Aha. Nem, én jelentkeztem. Na. Tényleg? Igen. Komolyan? Önként és dalolva. Te ilyen áldozattípus vagy? Nem, csak szeretek kitűnni. Szeretsz kitűnni? Hát az meg lesz. Olyan színed lesz mindjárt, hogy nagyon ki fog szűnni a tömegből egyébként. Lakásfelújítás, házfelújítás, gyerekszoba, festés, három bármi. Három gyerek, úgyhogy lesz lakásfelújítás. Sőt, a nagyot fölvittétek Budaörsön a repülőre. Bizonyám. Komolyan? Ilyen szerencsés család vagytok. És vissza is hoztuk, mert... Vissza, érségben, igen. Áll a jöjjnek. Kérdezni akartam, is tudtunk róla? Igen. Na, oké. Hát lesz egy csomó kérdés, ami már ismétlődik neked a legkönnyebb, mert a héten már egy csomó minden elhangzott. Figyelgetted a virágszíneket? Pont dolgoztam, tehát fogalmad nincs. Jó, ez egyébként nem baj, legalább tudunk locsolni. Hol a távirányító? Távirányítót kérnénk szépen, nem tudom, kinél nagyon van. Jó, köszönöm szépen. Itt van, megjött a távirányító. Jaj. Én még sose fogtam ezt, mutasd már egész nézd héten meg, nálad, hogy gyere csak, Jani, szerinted ez mi lehet, ez a gomb? Várjál, 6 gomb van rajta, az már izé. Ja, ez ettől folyik. Aha, hát, na, oké, megfejtetted. Tehát az ofa vége?
Aha. Na, Jani azért nem ismeri a gombokat, mert neki fóliában van a távirányító otthon. Igen. Tehát, hogy ő nem tudja, hogy... Egyszer megtanulja, amikor valamit, meg... Igen, valami, először lefényképezi a fejével, berakja fóliába, aztán nyomja, mindig kikapcsolat a tévét. Addig jó volt, amíg folpakban volt, mert az átlátszó. De amióta fóliába tekerjük be, azóta nem látok semmit, csak egy nagy ezüst valamit, egy négyszöget. Folpakos. Mint egy tábla csoki, már többször megbontottam. A folpakos távirányító. A milyen leges a legalja. De nagyon hideg. Szeretem. Hideg? Hideg? Na jó, jó van. És milyen szép színes egyébként, milyen szép színe van. Na jöjjön az első kérdés. Na nagyon figyeljetek, nem helyezkedünk. Közvetítjük ezt is? Jó, figyeljetek. Hol? Akkor. Az első azt mondja, hogy Hajnalka. Kérem? Hajnalka. Vagy rosszul mondom? Kékes árnyalat. Kékes árnyalat a Hajnalka. Igen. Sajnos. Tényleg? Basszus! A Klassz FM Twitter oldalán egyébként lehet követni a Periscope applikációban, úgyhogy töltsétek le, és akkor nézzétek, hogy locsoljuk itt rommá az áldozatainkat. 10 liter festék megvan, az egyik gyereknek már kész van a szobája. Ez mindenképpen jó eredmény. Hogy fogtok osztozni? Fele-fele? Igen. Jó, akkor egyelőre az 50 megvan. Igen. Tovább. Hogy van az 50 liter, az 500 négyzetméter, vagy 1000 négyzetméter? Vagy nagyon nem, nagy 50 az 1000 négyzetméter. 1000 négyzetméter. Ezer. 50 liter festék 1000 négyzetméter elé. Az komoly. Nagyon. Igen. Na, azt mondja, hogy a következő pedig a trombita virág. Trombita virág. Trombita virág. Jó. Sárgás árnyalat. Sárgás árnyalat. Honnan tudod? Alkalmazott vagy? A cégnél dolgozol? Hol az? Beépített ember? Nem az. Milyen színű? Nem az, egy gyakorlatilag így a vörös és a barna között elhelyezkedő. Hát a sajnos nem tudjuk elfogadni, kicsit meglocsoljuk a hallgatónkat. De sajnáljuk. Ott megy el az egyik gyerekszoba. Jól van. Várjál, már nem megy rá rendesen a festék. Hát kicsit arrébb állítom ezt a ízét szórófejet. Így van. Eldugulj. Na jó. Milyen sárga? Ki milyen? Mondja? Ott reklamálnak. Nem. Ebből bunyó lesz. Azért, mert te polifarmés vagy, nem tudhatod jobban, mint a Sebestyén Balázs. Meg Balázsnak igaza volt, nem adjuk meg. Ezt szeretem. Ő a mi emberünk, jó van. Csak szigorúan. Figyelj, nektek spórolok, úgyhogy évvége jóvá tudjátok írni. Már csak 40 liter festéketek van. Csak azért mutatnám a szint, ha ez sárga, akkor elmegyek a személyzethez. Hát az gyerekek, az annyira nem sárga, hogy nagyon nem sárga. Tehát, hogy ez, tudod, ez az, amikor kifestik a szobádat otthon, és akkor festő megpróbálja megmagyarázni. Vadon úr, ez sárga! Igen. Hát ez nem sárga, de sárga. Hát. Igen, mit mondtak a kéményre? Majd a szél kihúzza, vagy az, ugye nagyjából. Ellentart. Ellentart a szélnek, ellentart. Így van. Na figyelj, jön a következő kérdés. Azt mondja, hogy legyen a következő, mondjuk a gyékény. Gyékény. Hát ez gyékény. Sárnyalat. Az viszont az. Az. Ja, majdnem megnyomtam. A barna sárnyalat. Tényleg eltalálta? Az. Tök jó. Nagyon jó. Hány literünk van? Maradt a 40 liter. Maradt a 40 liter, és még egy kérdés van, vagy kettő. Még kettő kérdés. Jó, hogy tudok számolni. Igen? Na, a következő legyen mondjuk a... Hát legyen mondjuk a libafos. Ja nem, nem az liba top, bocsánat. De nem ezt akartam mondani, hanem a nyílfüvet. Nyílfű? Nyílfű. Ez tetszik. Na, nyíl. Szerintem az legyen zöldes. Zöld, persze, persze. Igen? Jó, kérdezem a polifárbésokat, ez milyen szín? Nem. Hát az nagyon barna. Sajnos. Hát az nagyon barna. Bizonyám. Hát azt nem tudjuk elfogadni. Ez... Meglocsoljuk, most megy el a nagyi konyhája. Szegély. Barnább, mint a honvédségi alsom. Komolyan adok. Pedig az barna volt. Az aztán majdnem feketében játszott. Hogy fázik? Nyomjad még. Nem, mert nyomtam off gombot, csak kicsit lassabban reagál a gép. Igen. Utolsó kérdés, gyerekek. 30 liter festék van már. A betyárját, hát nagyon izgi. Jó. Igen? Na most valami nagyon durva. Azt mondja, hogy figyeljetek. Én neked. Szevasztok! Nem. Igen, sittesek voltak. Jó meló. Csak egy gyalogos. Oké, okay. Na figyeljetek. Milyen színű a fehér? Ja? De az egyébként fehér. Van egy fahota. Na, okay, jó, figyeljetek. Na, azt mondja, hogy jó, pipacs. Pipacs! Vaj, te! Hát vajból van a szíved! Piros! Piros! Így van, piros! Vagyis egy gyors eredményi érdekes. 30 liter festéketek van összesen, az azt jelenti, hogy 600 négyzetmétert tudtok kifesteni. Vagyis 300-300. Igen, 300. Örülünk? Így van. Nagyon, már 45 négyzetméter kijön meg belőle. Nagyon jó. Ó, nagyon jó. Hát akkor a gyerekek szobája bőven megvan, nem? Bőven, bőven. Sőt, a többi rész is. Szépen fel tudjátok újítani a lakást. Nálad mire? Mi lesz? Én nővéremnek a gyerek szobájába. Meg még mindig otthon lakik a gyerek szobában. Igen, meg de drága. Ideje lenne már kirepülni a nővérkének. Indulj, kislányom, 43 éves vagy, menjél, hagyd itt anyádékat. Itt van az uzsonnádért fel a táskát. Egyébként most fogsz ülni, és akkor a gyerek
Ó, hát egy újszülött szobát szépen meg lehet belőle csinálni. Sőt, még szerintem többet is. Többet is egyébként, igen. Házból, amennyiben majd a tüdőgyulladásodat kezelik a kórházban, akkor írj SMS-t, viszünk enni, jó? Jó, rendben, egy kis bablevest, jó? Jó, nagyon szívesen. Nagyon ügyesek vagytok, tényleg gratulálunk, és a pipacs miatt majd az én saját részemet majd parcoljátok le. Igen, egy laza brutto 12 liter Janinak, hogy meglegyen a terem. Terem? Milyen terem? Miért mondtam teremet? Köszönjük, csajok, ügyesek voltatok. Nagyon aranyosak vagytok, köszönjük. Hello. Vajból van a szíved, hallod? Ez így a pipacs a végére. Komolyan mondom, meglepődöm, hogy vannak érzéseid. De tényleg egyébként. Na, játszunk, jó? Óven bácsival, Beru nénivel. Szerintem már meg is van a mi játékosunk. Van? Zsuzsi mutogat. Igen, ott van a játékos, úgyhogy játszunk már is valakivel. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Jabálj velem, Jugi! Hello, csajok, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello, honnan? Honnan jöttetek? Na, jövünk Budakesziről. Budakesz? Nincs közel? Nincs. Csak ezért, hogy találkozottak velünk? Bizony, itt akartam játszani 8 órakor. Tényleg? Ez így eldöntötted, gyereke, 6-dik haszakad, én ma 8-kor játszom. Igen, igen. És mondtad, a lágyodnak, kislányom, jössz te is, nincs igen. A feláltat. Igen, nem megy érettségizni, de hát mondtam, hogy előtte még beugorhatunk. Érettségizel, tényleg? Igen, igen, 2-kor lesz az ének érettségi. Micsoda? Ezt a kamu tárgya, gyereke! Miért nem mondták soha, hogy lehet énekből érettségizni? Kellett egy választott tantárgy, és én azt választottam. De jól tetted, és én is azt választottam volna, vagy rajzott. És mivel érettségiztél, még tesiből és környezetismeredből? Nem. És mi van az ének érettségét? Húzol egy tételt és elénekled? Az majd szóbelinél van. Egy műdalt, meg egy népdalt, az írásbelinél nincs ilyen. Zenetőri kérdések, meg szolfés. De király! És akkor ezzel tudsz tovább menni valahova, hogy van egy ének érettségét? Vagy erre mindenki legyint, hogy tudjuk, hogy ez miért van, de hát kellett hát a pont. Hát igen, mert hogy választott is pont számilag lehet beszámít, de igazából annyira nem figyelik. És hát most, hogyha visszagondolsz, akkor nyilván sok-sok hosszú, álmatlan éjszaka, hónapokig tartó készülődés az ének érettségére, ez villan még először, ugye? Mondjuk. Ez nagyon menő, hogy lehet énekből érettségizni. Nekem ezt akkor még nem engedték. De nem, tök jó, oda mész az asztalhoz, húzol egy tételt, aztán... Boci, nem úgy van most, mint volt régen, nem az a nap, kus, kekes. És megvagy, ez zseniális. Szolmizáld le kézjelekkel a boci-boci tarkát rajta. Úristen, tényleg, kézjeles szolmizáció. Nem, mert megbuktatnak kettőkor, ezt hallják. Igen, igen. Boci, boci. Jó, nálam már mentél. Do, mi, szó, szó. Most énekeltem, és úgy mutogatom. Ahogy ökölbe szorítottad a kezed, aztán be akarsz verni egyet Ferinek, mondom, de jó Isten. Na jó van, csajok, mutatjuk akkor, mit én csinál Óven bácsi Beru néni, hallgassátok meg, jó, figyeljetek. Fúrnak? Igen, kicsit olyasban. Bezavarják az adást. Jön egy rövid részlet, figyeljetek, jó? Jó, elég. Na? Hallottam. Mi az, hogy ne álljál oda a hangfalhoz, menjél te. És ő akar énekből süket, gyereke, énekből. Jó, álljál oda, és aztán gyere vissza. Süket. Na, menjünk. Süket, mint az ágyú. Süket, kicsit a Óven bácsi atmóját húz már lejjebb, légy szíve. Itt nálunk már kijöttek az árkádból, hogy föl kell szedni valami kábelt, olyan hangja van. Na, mutasd még egyszer, Zsülci. Aha, tehát valaki klimpírozik. És közben az egész közönség fölhördült, hogy tudja. Tényleg, tegye fel a kezét, aki tudja. Jó, ne súgjatok, ennyien? Azt a mindenit, ennek fogalma sincs. Figyeld, aki érettségizik, ennek meg fogalma nincs. Hát ez nagyon jó. Na, mutatunk akkor egy hosszabb részletet, jó? Figyeljetek! Oh! Rózsaszín párduc, persze, hát a rózsaszín párduc, így van. Anyuka tudta az érettségizőben. Hatalmas klasszikus, az első néhány másodpercből. Igen. De jó is volt ez. Nem szerettem soha igazán. Én az elejét szerettem, mert ugye rajzfilmes volt a főcím, odáig tetszett, utána amikor elkezdtek jönni a szereplők és elkezdett a sztori bonyolodni, akkor már nem szerettem valamiért. Hát figyelni kellett, ha bonyolult volt, nem? Persze. Én értem, én a tenkes kapitányát még értettem, lovagoltak keresztbe, kasú, kardoztak. Na, megvan az ajándékcsomagod, adjuk neked, nektek, jó? És ügyes legyen azért. Köszönöm szépen. Ügyesek legyetek az élek. Ha még most van egy kis időd, akkor azért még húzzál bele, készülgessen, jó? Köszi, csajok, hello, vigyázzatok magatok. Sziasztok. És köszönjük, hogy eljöttetek, puszi, csáó. Ének érettségé. Ugye, ezen ki vagyok. De nekem miért nem volt ilyen választott tantárgya? Én olyan szívesen választottam volna a matek helyett. Ének érettségé. Nem, ének érettségé. Vagy tesiből, nem? Aha. Az is milyen jó. Hát jó, hát ott azért már vannak hívások, de mondjuk érted a Csitári hegyek alatt. Kezdetű klasszikust azért kettesre eltoltam volna. Na jól van, 2 perc, pontosan 8 óra, várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után.
amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebesti Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 8 óra múlt, pontosan 13 perc. Úr, Jézusom, valakit ölne? Jól neki? Vagy? Te nyomtad ezt a végén? Nem, ő. Te voltál? Hello. 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 Ciao. Mi van cool. veled? Azt hittem, hogy valakit... Semmi, meg vagyok. Valakit ölnek éppen, vagy nyúznak, olyan hangod volt. Ráadásul egy pasiból azért ilyen hang jön ki, az nagyon kemény. Atyaisten. Na, hello mindenkinek, itt vagyunk, 4:09 lesz pontosan egy perc szóval. Gyerekek, az időjárás visszaadja azt, ami tegnap elvett, mert hát egyszerűen nem tud esni az eső. Budapest számos pontján szakad az eső, szemerkel, csöpög, de itt az Őrsvezértéren valami vákumban vagyunk, egy fekete lyukban, egy téridő kontinumban, másfajta téridő kontinumban nem esik az eső. Azt akarod mondani, hogy az idő visszaadja azt, amit tegnap elvett, hát most Salgótarjánban száraz idő van, itt pedig esik. Igen, olyannyira, hogy még az ablakból is néznek mennünk el ott. Jó napot kívánok! Kezdj, csókolom, minden rendben? Egy férfi, az a baj, hogy itt ez az árnyékoló belógott egy picit. Rossz a szemem már, ne haragudjon, hát ugye már kezdi sokkolom, hát már egy 45 fölött már azért már szemvizsgálatra el kéne menni. Na, azt mondja, hogy nézzük a közlekedési híreket, mit írnak a hallgatóim. Ott maradtam volna. Ott maradtam volna, de munka van, írta nekünk. Valaki Megyeri út, Fóti út, én egyedik kerület találkozásánál nem működnek a lámpák, káosz alakul, MRN küldte nekünk. Ott voltam az Őrsön, sikerült veletek töltenem egy reklámblokkot, isteniek voltatok, húsz. Mindig a legnagyobbak vagyunk a reklámblokkban. A reklámblokban óriásiak vagyunk, igen. Csornán szokásos Fehér Szeát, Sopron felé sebességmérés, mondjátok be, légy szíves, hogy kapcsolják le a helyzet jelzőt, mert tényleg nem mennek sehova. Jó, megmondtuk nekik, szerintem hallgatnak bennünket, lekapcsolták. Nem sokára indulok, 10-ig ott leszek, aztán megyek nyelvvizsgázni. Kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen, gyere nyugodtan. Szintén választott tantárgy. Az énekérettségi az olyan, ki vagyok az azóta. Zseniális. Miskolc Avas alatt Rafi méri a hármas úton haladókat, Predator küldte nekünk. Köszönjük szépen, valamint a Budaörsi úton nem oda illő tagok figyelnek, nejem szerint a száj az a rés. Nem, szóval válaszolt. Igen. Keresetlen őszintességgel. A hallgatóink egyébként nagyon aranyosak, például Orsitól és Csabitól kaptunk egy elsősegélyfelszerelést személyre szabott tartalommal, csak felmutatással kérnénk szépen, Feri majd oda tartja a mikrofont, és megmondjátok, hogy kinek az elsősegély eszközei láthatók. Azt mondja, hogy itt az első, mutatom. Mi az? Fési. Mi lehet? Szemlátás. Igen. Következő? Jó, azt mondja, hogy a következő, csak hogyha esetleg a távol lévők nem látják annyira, paprikás fokhagymás szalonna. Köszönöm szépen! Tehát ez egy olyan túlélő doboz, hogy mindhárman meglennénk és túlélnénk. Tehát, hogyha valahol lerobbannak az országút szélén, akkor mindenkinek lenne saját személyre szalonna. Jaj, hát az a Jani! Két pár műszál a zokni. Nagyon szépen köszönjük. Igen, ráadásul titok zokni, ha hajvaksz. 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 Én vagyok, igen, köszönöm. Nagyon jó, egy másik sztereotípia. Feri. Így köszönöm. Van. A kocsiig el tud vele menni. Igen. Egy kicsi pálinkás üveg, nagyon jó, köszönjük jó, szépen. És hát természetesen a két zokni mellé azért még kaptam egy kis fekete cérnát és kültét. Nagyon szépen köszönjük, nagyon-nagyon sokatok Orsi és Csabi. János a héten valamelyik a szállodában stoppolt az okniát, azt ígértem az Instára, még nem tettem föl, de felteszem egyébként, sikerült úgy rányitni, hogy éppen stoppolt. Pedig azért nem olcsó zokni volt, mondjuk ajándékba kaptam. Igen, megpróbáltad becserélni, vagy visszakérni az árát, csak nem volt meg a blokk. De hogy stoppolt, úgyhogy azt feltesszük a Facebookra. Na, viszont van valami, amiről akartam beszélni, mert szörnyű felismerésem volt tegnap vezetés közben. Mert hogy ugye hát nekem Salgótarjánból le kellett vezetnem Köveskára, ami az egy hát, jó, hogy de már egy lyukas párna. Nem teljesen erre gondoltam, csináljon bármit is az ember egy lyukaspárnával. Én nem voltam katona, szörnyű dolgokat művelnek egy lyukaspárnával. Asszociálni tudok, de nem teljesen értem, mire gondolsz. Nem, hallgattam,
Ja, köszönöm. Hallgattam különböző rádiók, különböző zenéit. Ugye van, ami eltűnik, van, ami a Balaton környékén fogható, és mindig figyelem, hogy mit csinálnak, hogy csinálnak, milyen zenéket adnak. És belefutottam egy-két olyan dalba, és egy-két olyan dalszövegbe, hogy szörnyű felismeréssel kellett megállapítanom, hogy konkrétan már nem értem, hogy miről beszélnek. És ez volt például a Well Hello zenekar, akiket ismerünk, kedvelünk, ugye Diázék, Fluor, Tomiék, szenzációsan csinálják, szerintem a Fluornak jót tett, hogy összeállt valakivel, és nem szólóban nyomja. Kicsit ezt a Fluor Tomis dolgot le tudja tenni. Gyerekek, hallottátok az ő dalaikat? Egy büdös, rohadt szót nem értek már belőle. Itt az előbb bekiabált valami, mert valaki, mert én trotty vagy. Simán, én ezt aláírom, és 40 évesen arra kellett rájönnöm, hogy nem értem már azt a szlenget, amit a Fluorék nyomnak. És több rádió többször leadta ezt a dalt, mindig kicsit felhangosítottam. Hát ha valaki megkérdezné, hogy ez miről szól, és mik azok a szlengek benne, a 900 ezeket nem tudnám elmondani. Nem értem, hogy így beszélnek a fiatalok, vagy bizony. Ez már egy nyelv, amit a mi generáció már valószínűleg nem ért. Ugyanúgy, ahogy a miénket se értették apáink, a mi kis szlengeinket, de ami most van, azt most már tényleg ki se tudod találni. Nem. Te érted ezeket a dalokat? Mert 12 éves a lányod, Jani, ezeket hazahozza? Hát, vagy így beszél, figyeljük, vagy ezeket mondogatja? Tehát, hogy ő például kifejezetten kedveli a Well Hello, de hogyha mondjuk együtt elmennénk egy koncertre, és mondjuk a Tomi... Te ott felkötnéd magad. Ez is nyilvánvaló. De szerintem azt mondja, hogy előkerestem itt a szöveget, mert bocsánat, én sem tudom egyébként kívülről megtanulni, de azt mondja, hogy ha mondjuk a Fluor Tomi kinyújtaná így a mikrofonját a közönség közé, és ott állnánk a lányommal, és akkor énekeljétek, és na kisfiú, igen, azt mondja, hogy ez melyiket nyomod most? Fogkövemet és Swarovskiból rakták a nyaklánc a fejemet, húzza, ha rajtad meg mi ez a gunnya, ha felkapom a pulcsit, a Gucci-t, tehát hogy azért itt elveszíteném a fonalat. Jó, hát, a Gucci-t megértem, hogy nem érted, de én azzal nekem azzal nem volt bajom. Swarovskinál is megremegett a lába. Igen, most nem arra gondolok, hogy felrántod a trappert, ez még talán. Igen, de hogy a hashtag, meg a YOLO, meg a nem tudom, és próbáltam ezeket kibogózni, hogy mit jelentget. Van ilyen napiszleng.hu, nagyon szeretem ezt az oldalt, és az ember ezeket megnézegeti, de hogy az volt az érdekes felismerés, hogy van már egy generáció, akik olyan nyelvet beszélnek, és olyan szlenget, ami számukra egyébként teljesen egyértelmű, és tök jól működik, de mi már nem értjük. Hát gyerekek, azt mondja valaki, hogy lol, hogy nyomok rá egy lolt, az mi? Te tudod? Hát egy ilyen kacagás lenne. Ja, hogy vicceset mondod. Azt mondjuk én azt pont értem. Igen. Ez egy angol rövidítés, így van. Igen, ez egy angol rövidítés, ez azt jelenti, hogy felnevettél azon, amit hallottál. Aha. Ezt általában én internetes csetelésekre vagy e-mailekre írják. Jó, de Feri megérti az old. De az nagyon. Az old. És értek is hozzá. De nem, tényleg, tehát olyan szavakat mondanak, ami egyszerűen nincs meg. De azt értetted, hát rögtön gondolom azért el is mosolyodtál, amikor azt mondta, hogy a heten fele csapatás, de simű, mint a herevasalás. Azt egyébként értettem, miért ezeket a hashtageléseket, meg ezeket hogy? A jólózásokat, ezeket te vágtad, amíg a lányod ezeket nem kezdte elmondani, hogy ez mi a fenéről szól, vagy ez mit jelent? Az van, hogy az én lányom tényleg 13 éves már, és nagyon komoly kommunikációs problémáink vannak. Tehát, hogy amikor megkérdezem tőle csak szimplán azt, hogy mit akar enni vacsorára, és úgy válaszol, hogy abból három szót értek, az egyik az, hogy rántott hús. Azt nem kap egyébként sem. Szóval egyszerűen nem tudok vele beszélgetni. És ők ezt tolják. Nagyon jóló vagy, apa. Neked is jó éjszakát, kint sem aludj jól. Jóló? Jóló. Például jóló, meg a hashtag, meg ezeket, hogy a nyomja a Fluor. Mi a jóló? Mi a jóló? Mi a jóló? Ki tudja, hogy mi a jóló? Jóló, az micsoda? Te tudod? Ne, megalázó, ha egy 10 éves mondja. De hát ez az ő nyelvük, tehát ez nem baj. A jóló az egy rövidítés, ami azt jelenti, hogy egyszer élsz csak. És aha, tehát akkor ez gondolsz is egy angol rövidítés, hogy az egy életünk van, egyszer élünk. És aha, és akkor ez mikor mondod, vagy ezt mikor használod? Amikor valakit fölrugsz az utcán, és azt mondja neki, hogy bocs, jóló, mert egyszer élünk, és fölrugtalak? Igen. Vagy igen? Valami ilyesmi, na is értem igazán. Mondjuk, ha te a generációt nem érted, akkor persze, hogy nem értettem. Ültem bent, Balatonra vezetve a kocsima, és füleltem a Well Hello dalt, és egy szörnyű megállapítás egyébként. Hogy hashtag, azt ki tudja? Hogy ezeket én már nem értem. Mi az a hashtag? Tudod? A hashtag az csupán csak egy linkelés, hogy be lehessen azonosítani a cuccokat. Ja, csak picit vettél hülyére bennünket, hogy fia, csupán egy linkelés, hogy beazonosítani a cuccokat. Csillag, ezt nem érted? Hashtag. Tehát hashtag az, hogy fölismerem Balást, az egy hashtag? Hashtag? Nem. Bejössz reggel, és a kávépult mellett felismersz engem, és akkor mi hashtageltünk, Feri? Ez így nem tűnik túl racionális. Én meghashtageltelek téged. Feri, úgy meghashtageltelek. A hashtag az gyakorlatilag csak egy címke. Az igazából a kettős kereszt. Címke? Aha, az egy kettős kereszt. Nem vagyunk beljebb, azt hiszem. Gyerekek. Aha. Te nekem az életem kettős keresztje vagy. Úgy meghashtageltelek. Ezt mondom, az jó, vagy...
De tényleg egyébként, ez érdekes, nem? Hogy ez már egy olyan nyelv, amit mi abszolút nem értünk. Persze, mert hogyha mondjuk mit tudom én, a nagymúder kéri, hogy kentjem, engedd le a jajót, akkor tudod, hogy arról van, hogy nem raktam be a fogát, de hát... Igen, akkor gyorsan leengedjük, tehát azzal egy abszolút... Ki tud még valami ilyet, amit mi biztos, hogy nem értünk? Te tudsz? Például a VH, azt tudjátok, mit jelent? Micsoda? VH. VH? VH, egy V meg egy H. Az a visszahívás. Kérek egy VH-t? Az a... Küldök neked egy VH-t, hogy hívj vissza is. Egy csak annyit küldesz SMS-ben, hogy V betű meg H betű, akkor föl kéne hívjalak? Még szolgáltatónál lehet azt küldeni, hogy küldök egy visszahívást, és akkor azt hívják VH-nak. Aha. Ez konkrétan úgy van, hogy mondjuk én felszeretnélek téged hívni, de nincsen pénz a telefonomon, akkor elindítok egy hívást, megnyomom a kettős keresztgombot, és akkor a bizonyos szolgáltatónak a női hangja mondja, hogy az SMS sikeresen kiküldtük, és akkor te megkapod egy SMS-be, hogy mit Gipszi akap, kérte, hogy hívj vissza. A visszahívás. Ezt viszont megtanulom. VH. Ez neked való. A 600 forintos telefonszámládat le tudod nyomni 300-ra. Igen, ha nekem elkezdesz ilyen jolókat, hashtageket, kettős kereszteket, meg VH-kat küldözgetni, bejövök és összetöröm a telefonodat. Ezzel ne próbálkozzál. Rövidítéseket inkább, mint ugye a vagyok az vók, meg ezek a chat szövegek, amik ránk mentek egy időbe. De most már én leszoktam róla, mert én is úgymond kezdek ebből már kiöregedni. Hát én vok, az én vagyok. Te is tud? JPE. JPE? Az mi? JPE. JPE. Ki tudja a JPE-t? József, Péter, Éva. Jó, azért akkor látom, hogy ott is nagy bajok. Ott is nagy bajok. Meghívtam a haverokat, JPE. Ott is nagy bajok vannak. Mi a JPE? Józan. Paraszti ész. Nem rossz. Józan paraszti ész. Az a JPE, Józan paraszti ész. Igen. Egyébként ezzel nincs bajom, hogy alakul a nyelv, meg hát ez a mi korunkban is folyamatosan változott. Ez egy élő dolog, ezt a fiatalok bevezetik, ezzel szerintem egyáltalán nincs baj. Azt hogy mondjátok most, hogy eszünk valamit? Van arra valami szakszó? Nem. Semmi? Nincs? Na ott van. Hát eszünk valamit. Köszönöm. Hát, király vagy. Hát, igazi jó. Jó voltál. Ez gyerekek, ez egy nagy megfejtés volt. Írjanak már nekünk azon a hallgatóink, akik szülők, hogy kommunikálnak az ő gyerekeik. Mondjuk vannak kamasz gyerekek, kettő, és a két tesó egymással hogy beszél, mit mondanak, mert ugye szülőként szerintem egy idő után tényleg, mint a Jani is mondta, hogy elkezdett kapkodni a fejed, nem? Hogy amit neked is Virág mond, hogy apa, te olyan pró vagy. És amikor ezt először mondta, akkor körbenéztél, hogy kihez beszél. Van. Aztán ugye megfejtetted, hogy az a pró, hát most nem mondja, hogy nem tudom, professional, vagy nem tudom, azt mondja, hogy apa. Én azt hittem, hogy azt mondja, hogy pronyó vagyok. Én mondtam is neki, hogy ez tőled... Vigyázz a szádra. Ezt tőled még elnézem, de mástól nem, anyjának már pofának. Apa, te olyan pró vagy. Jó, hát tudom, kicsit szakadt a melegítőm, kicsit lyukas az oknál. Jó, akkor átöltözök, lezuhanyzok, felveszem az öltönyöm. És aztán például ez is kiderült, hogy ez jót jelent, nem? Igen. Tehát, hogy ők már így mondják, hogy pró, ugye? Tehát, hogy menő, jó, ezért professzionális, nem? Olyan pró vagy. Mondjuk, ahogy a lányom mondja nekem, hogy nem tűnik túl elismerő. Pró vagy, apa. Na, várjuk azon szülőktől az SMS-eket, akik tényleg kicsit szenvednek, és próbálják a fiataloknál, a gyerekeknél kibogózni, hogy miről beszélnek, mit mondanak, és milyen nyelvet használnak. Jó? Írjatok nekünk SMS számunk 06-645-00-00. Jövünk vissza mindjárt. Óra múlt, 43 perccel szép reggelt kívánom. Minden Morning Show hallgatónak itt vagyunk, és látom, előkerültek az esernyők, vagy locsolnak bennünket a föntről. Annyira vagy... süt a nap, tudod, hogy tűzi őket is. Igen. Egy picit elkezdett szemerkélni, de gyerekek, még mindig jók vagyunk, úgyhogy... Sehol nem vagyunk Salgótarjához képest. Azt ne tudjátok meg tegnap, mit éltek át a Salgótarjának. Mi is kaptunk kicsit, de nyilván akik áldogáltak ott 6-tól 10-ig, az nagyon-nagyon kemény volt. Tehát én. Igen, te. Te bőrigáztál, az biztos, igen. Na, gyorsan nézzük a közlekedési híreket. Azt mondja, hogy nem megy a szleng, ne legyetek már nyuggerek. Gergő küldte nekünk. Jó, egy kicsit azok,
De írtak hallgatóink, hogy egyébként ők se értik már a saját gyerekeiket, és azért ez mindig megnyugtat. M3-as 42-es kilométerénél trafink van, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Ez a Miskolci irányban van, úgyhogy menjetek egy picit lassabban. Aztán azt nézem, hogy Megyeri út, Fóti út, negyedik kerület találkozásánál nem működnek a lámpák, káosz már alakul. Emerán küldte nekünk. Valaki nem tudja, hogy a Budaörsi út miért áll ki felé, kérdezi Ildi. Ezt nem igazából, de ha valaki megírja, mondjuk azonnal. Gondolom baleset. Szűkítés, ott elég nagy dugó szokott lenni. M3-as 15-ös kilométernél Nyíregyháza felé egy őz, majdnem megkaptam, de visszaszaladt, mindenki vigyázzon, Pankus küldte nekünk, köszönjük szépen. Pankus. Na, a szlengről beszélgetünk itt a hírek előtt, és arról, hogy nem arról nyilván, hogy milyen öregek vagyunk már, és hogy elment felettünk az idő, de az ember meghallgat egy-egy olyan zenekart, akik ugye most elsősorban a fiataloknak szólnak, nem feltétlenül a mi generációnk. Egyszerűen vannak dolgok, amiket már nem értesz, és ugye Jani is elmondta, hogy neki a lánya sokszor már úgy beszél, hogy félreérti, apa, te olyan pró vagy, ugye, és mondtad, hogy jól van, kislányom, akkor fölöltözöm rendesen, csak ne bánts apádat. Itt ott lyukas defoltos, és persze, de egyébként nagyon szeretem ezt a maciasot, MTK VMS. Igen. Hogy ez most jó vagy nem, hogy a fiatalok így beszélnek, és mindent rövidítenek, nyilván nem feltétlenül jó, de hát gyerekek, ők, ez az ő saját nyelvük, ez egy élő dolog, úgyhogy biztos, hogy változik. Változik a nyelv. Egyébként meg nekünk is volt ilyen, most az a fiatal ember jön, aki ugye eddig kioktatott bennünket, az én apám ezt mondta nekem, fiam, ne abajgasd az emsét, mert bedúrja a ganyét a góré alá, azt olyat kapsz az arcodra, hogy meglevesesedik a heftid. Mit mondott az édesapám? Biztos valami rossz dolog fog történni. Az. Látod? Meglevesedik, mit mondod? Meglevesesedik a heftid. A heftid. Ne abajgasd az emsét, ez ne cseszegesd a disznót. Ne cseszegesd a disznót. Betúrja a ganyét a góré alá. Igen, ez valószínű, hogy csupa szar leszel. Nem, hanem a kakit, igen, a góré, az, ugye abba tároltuk a kukoricát. Ja. Az a góré alá, és az olyat kapsz, hogy meglevesesedik a heftid, az elered az orrod vére. Tőle kapsz olyat. Igen, te. Aha, tehát ha cseszteted a disztót, még jó meg is verne. Így van, pontosan. Ezt értem. Na azért tessék, megfogtalak, mi? Igen. Anya, akkor horzsoltam le a lábam, amikor flexelek a flash-tendel, írja nekünk valaki. Köszönjük szépen. A mai fiatalok mindent rövidítenek, mert a közösségi oldalakon általában max karakter számot lehet írni, ami nem sok, Twitteren csak 140-et, Instán se lehet regényeket írni, SMS meg pénzbe kerül, azt nem írnak, csak a netet használják, ezért vannak angol rövidítések, a IDC, az I don't care, rengeteg minden, amit itt írnak a hallgatók. Egyébként ezek lasszul néznek ki, csak nem érteném, ha valaki ezt nekem elküldeni. Egyébként ezek a szlengek, ezek külföldön ugyanígy működnek? Nyilván, egy csomó Az idegen szavakból rövidítettek? Tehát, hogy ez marha jó egyébként. Angol szavakból. Marha jó egyébként, mert ez például tökre megkönnyíti a kommunikációt, mondjuk olyanokkal, akik nem ebben az országban, mondjuk fölmész a netre, és akkor van valami kis közös témátok, és tök jó kommunikáltok egymáson. Én pont a lányomon tapasztaltam ezt, pontosan a lányom kapcsán tapasztaltam, hogy fölmegy mindenféle kis chat oldalakra, és akkor elbeszélget olyan lányokkal, akik, mit tudom én, Nagy-Britanniában élnek, Ausztráliában élnek, az Egyesült Államokban élnek, és tök jó eldumálgatnak. Te beleolvasod, és mindig mondod, hogy elkésem, veszek már egy új klaviatúrát, mert csak a rövidítéseket írogat. Nem működik rendesen az, aki IDC, LOL, NOL, BUN, és ilyeneket írogat, igen. Nekem egy 21 éves és egy 17 éves fiam van, időnként rájuk kell szólnom, hogy beszéljenek magyarul, mert egy szavukat sem értem. Annyira szerettem volna megnézni egyébként titeket, nem messze dolgozom, itt ülök egyedül az irodában, 10-ig ti vagytok a társaságom, jók vagytok, Timi küldte nekünk, köszönjük szépen. Nyugi Balázs, én 28 vagyok, de egyáltalán nem értem, hogy mit mondanak, úgyhogy ezzel nem vagy egyedül. Aztán a Szveget írta valaki nekünk, hogy az pontosan mit jelent. Az azt jelenti, hogy te is tudod, én is tudom, hogy mi melegek vagyunk, de ezt titok. Aha! Igen. Ez hogy kell ezt írni? Most már ezért Szveg? Svag. Hogy? S-W-A-G. Ezt honnan tudod? Hát... Jó, világos. Nem aggatom, hiszen titok, világos. Ezt jelenti a Szveg. Mi Laciek? Vagy mi van? Többször is, és smiley-jel válaszoltam. és te mindig is visszaküldted neki. És ha jobban belegondolok, volt benne egy kacsintós is. 15 éves fiam sportol, sokat van távol, esténként ilyen SMS-eket ült, hogy jó 8, azaz jó 8. Oh, először fogalmam se volt, hogy mit akar mondani, és mit jelent a jó 8. Aztán kiderült, hogy csak jó éjszakát kívánt. Üdv Helga, jó 8. Ez menő. Jó 8. Ezt lenyúlom, ez egyébként jó. De, sziasztok, 38 éves anyuka vagyok, de van egy 22 éves barátom, mindig meséli, hogy a szórakozó helyeken békát ivott. Azt azért tudjuk, hát arra emlékszünk, nem? Egy idő után, mivel fogalmam sem volt mi az, rákérdeztem, boros kóla, mondom neki, szívem, az a vadász. De a békát az a vörösbor, BBK, vörösboros kóla, az a mi generációkat értjük. Igen. VBK-ztál? Te? Igen? Mit? Persze. Tehát annak idején vicces. Igen, nagyon csúnya verekedés lett belőle. Engem verte.
20 éves vagyok, 18 éves párom néha olyanokat mond, hogy napokig kell gondolkoznom rajta, hogy mit is akar. Kokszó kérdezi, kedvenc KK, okok, rövidítés, semmit nem értek belőle, Andris írt a Nyíregyházáról. Hát ezeket én nem is értem egyébként, hogy ezek nem, mit jelentenek. Nem tájjellegű kifejezések, az biztos. Igen. Bali, micsoda? Karistolj oda a toprongyhoz, és kérdezd meg, megnyomhatod-e, ez borsodi duma köz. A toprongy? Nem, igen. De picit sem férfi sovinista duma, úgy értem. A toprongyhoz. Én közben jönnek nagyon jók, hogy tudjátok-e, mi az a, nem tudom, a román bombon, az a borsó, meg ilyenket. Román bombon. De, ezeket én nem, ezeket én egyáltalán nem ismerem már. Te tudtad? Mi flamozunk után román bombon zabát. Ezeket egyáltalán nem dicséret. Vagy nem ismertem. A pró nem dicséret, az prostó, ezt Magyi küldte nekünk, úgyhogy azért lehet, hogy egy kört altatott még, a lányod. Egy kört még kell beszélned a lányoddal. Nem, az van, hogy azért egy picit azért még a status quo még működik nálunk otthon, nem prostoz le azért a lányom, csak így élből. Azt mondja, én ha megkérdezem, mi volt az iskolában, akkor már nem azt mondja, hogy mint olyan volt, mint régen, vagy amit mi mondtunk, hanem hogy K.O. volt a nap, mert az OF ma beteggelt korepre. Aha. Beteggelt korepre, ekkora duma, beteggelt korepre. Vagyis az osztályfőnök azt javasolta, hogy menjen korrepetálásra, aminek ő nem örül. Ideje lenne egy tanárt keresni, aki nyelvújítana engem is. Ezért beteggelt korepre ott azért két. Beteggelt korepre. Nagyon keményen hangzik. Na jól van, igen, mert elküldték a szöveget, igen. Secretly we are gay, ezt jelenti. Tehát, hogy titokban mi melegek vagyunk, tehát valaki ezt neked bemondja, Jani, akkor nem mosolyog el. Igen. Tehát, hogy legalább ezt is megtanultuk. Köszönjük szépen. Na jól van, oké. Okay. Játszunk egy jó kis hármasugrást. Itt van a játékosunk valahol? Hogyne. Hogyne, akkor már is játszunk. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Feri, ezt fordíts le. Az éjjeli bátor felzavarta a lesmestert a bizserefára. Jaj, hát ezt hagyjad már, a macskát felzavarta az éjjeli bátor a kutya, a bizserefa az meg a izé villanyoszlop. Ezt mindenki tudja felém. Bizserefa az a villanyoszlop. Jézus Isten. Bizserefa. Bizserefa. Így hívtátok a villanyoszlopot? Nem, így hívtuk, így hívjuk. Bizserefa. Te miért, te érted, hogy van egy kábelosztás? Nem. Na. És akkor vigyázz, hogy ne, hogy megcsapja a bizserefa. A bizserefa. Na mindenit. Ez a legnagyobb duma, bizserefa. És ezek mind tapasztalati úton gyűlnek össze ezek a dumák. Ez a bizserefa. Bizserefa, nagyon jobb. Hello, ciao, jó reggel. Sziasztok. Hogy hívnak? Berni vagyok. Berni, honnan jöttél, Berni? Dabas. Dabasol. Csak miattunk, vagy ma itt van dolgod Pesten? Nem, dolgozom Pesten, úgyhogy mindenképpen erre jöttem volna, de tettem egy kis kitérőt, és most már valószínűleg készülni is fogok. És mit dolgozol? Hát kétféle munkám van. Az egyik az ilyen általános ilyen irodai munka, a másik pedig ilyen videóanyagok gyártása, az ilyen nagy szerelem. Videóanyagok gyártása? Mi ezek, esküvői videók? Nem, divat. Igen, rosszul szabott zöld öltögyökben, nyakkendővel, tudod, egy oldalra kis utaljú bácsi megy egy esküviás kamerával. És veszi a bőfét a gyordibán. Mi ez? Nem, divat témában készítünk anyagokat online felületre. Divat téma online felületre. Nagyon, nagyon jól. Jóló? Az nagyon jóló. Oké, okay, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy mondom nektek. Fogalmad nincs. Szerintem, de. Vihető. Vihető, azt mondod? Igen, na, vihető. Nézzük. Azt mondja, hogy. És hol vannak? Ja, itt van. Azt mondja, hogy első kérdésünk így szól. Milyen állat a kacagó Jancsi? Kacagó Jancsi, milyen állat lehet azt ez? Azt súgják nekem, hogy madár. Madár, jó. Milyen állat ez pontosan? Egy madár. Ez egy madár. Ugye? Egy, nagy, egy nagyon jó kis madárka. Így van, van két szárnya, van egy kis csőrikéje, nem túl kellemes a széklete. Se íze, se szagra. És miket olvastam róla. Nőd egy kicsit nagy, akkor mint egy egerésző őj, vagy mint egy a kérdés saját magam inspiráltam. Ja, jó. Menjünk tovább? Természetesen. Itt szól a második kérdés. Melyik város adott hont az idei labdarúgó bajnokok ligája döntőnek? Ez egy tipikus csajos kérdés egyébként. Ki játsza a döntőt, Jani? Természetesen a Real Madrid és a Bayern. Igen. Hol játsszák a döntőt? Berlin, így van. Súgott valaki? Nem, ezt tudtam természetesen. Persze. De ki néz focit a családban? Senki. Akkor csak úgy beugrott hirtelen, mi? Igen. Na, mi legyen a harmadik kérdéssel? Próbáljuk meg. Ha már ilyen szerencsés vagyok, hogy itt lehetek. Persze, tudni fogod. 2-300-an segítenek, tehát szerintem megoldható a dolog. Milyen természeti jelenség a sirokkó, így szól az utolsó kérdés. Milyen természeti jelenség lehet ez? Sirokkó.
Mondják, itt mondják. Szél. Itt van. Na, jól van. Az önerőből semmi nem ment volna, én úgy érzem. Nem, egy picit egyedül maradtál volna. Tehát most máshol játszunk, vagy éteren keresztül, itt telefonban vagy, akkor véget van azonnal. De szerencse, hogy azért itt... Még boomozni se tudtam volna. Igen, a boom sem sikerült volna. Viszont odaadjuk az ajándékcsomagot, mert hogy jó volt mindhárom válasz, úgyhogy van egy szép kis csomagod, jó? És nagyon szépen köszönöm. Neked... Igen, de ki kell osztanom a közönségnek, hiszen ők nyerték. Valamit adjál nekik is, jó? Köszönöm. Köszi, buci, ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Kihagynám miatt a BL döntőt. Atya Isten, mik jönnek itt közben? A VBK a fiataloknál már nem az, mint nálunk öregeknél. Igen, az a... ez a vodka bomba kataflám. Ez például is. Durva elegy. Sose akarom, hogy a gyerekem fellőjön. Maradjon mindig 6 éves. Annyira ártatlan, annyira aranyos. Nem akarok, hogy kamasz legyen. Meg a sírkőmemre azt vésnék rá, komolyan mondom. De én egyszer betolnék egy ilyet, nekem annyi lenne. De egy fél deci bortól fejen állsz és helikopterezel. Tehát egy ilyen kombót betol. Biztos, hogy megtanul el repülni. Nekem nem kell emlékeznem, mint a Rippelének az artista képzőt. Iszok egy 3 deci sört és már végem. Igen. 5 perc, pontosan 9 óra, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Hello, 9 óra múlt, pontosan 9 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Észak-keleten gyönyörűen süt a nap, mondjon bármit is a hírszerkesztő tökkerek. Figyeljetek. Hát az tegnap volt a szem észak-kelet, ugye? Igen. Sallótarján. Így van. Ha ott jó idő van ennek, örülünk. Észak-keleten tehát gyönyörűen süt a nap, ezt is megtudtuk, elhisszük. M3-as Pest felé 206-os kilométer szelvény után van egy trafi. Ezt Stubesz küldte nekünk. 74-es főúton Egervár határában mérik az Alaegerszeg felől a Vasvár irányába haladókat, üzente Laca. Köszönjük szépen. Aztán azt nézem még, hogy milyen SMS-eink vannak már, ami a közlekedést illeti. Karcagon mérnek, ott is vigyázom mindenki méghozzá Karcag belterületén, és ennyi. Nyugi van a városban, és az egész országban egyébként. Na, jöttek még feladványok, a Heróc elragadta a dombácot, és kidőlt a südök, Feri. Aha. Hogy ez mit jelent? A Heróc elragadta a dombácot, és kidőlt a südök. Az. Ez más tájjelleg, tudod? Ez nem a mi vidékünk. Petya küldte nekünk, hogy ez valójában mit jelent, ez nem tudjuk. Igen, hát nyilván a tájegység annyi különböző állatnév, és annyi különböző, nem is szleng, ez nem jó, hát a nyelvjárás. Ugye hát azért az sok szempontból különböző. Azt mondja, hogy a mai fiataloknál tudjuk, mit jelent már a VBK, megtanultok, köszönjük szépen. Bali a szlengről, nyelvében él a nemzet, de nyelvével még senkit sem nemzet. Köszönjük szépen. Nagyon szellemes SMS volt ez is. Na, kaptatok ajándékot, elégedettek vagytok, mindenki megkapott mindent. Nem. Ó, kezi csókolom, hát ott reklamáció lesz. Ott erős reklamárás lesz. Na, de megúsztuk az esőt, hát ez mindenképpen jó. Ez a mi ajándékunk a számotokra. Igen, ugye ez, hogy mindenki megkapta, hogy nem ázott el. Hogy nem volt eső egyébként. Na, ki hogy érezte magát? Mondjatok gyorsan csak, hogy halljunk hangokat az adásban. Nagyon volt, szuper volt, már csak a közös selfie és teljes az a nap. Közös selfie. Aha. Azt tudom, mit jelent. Gyereki, te is. Meg akarsz verni. Gyereki, úgy megverlek, hogy nagyon megyek majd ki. Tessék? Én nagyon jól éreztem magamat, és ezért kért ki anyu, hogy eljöhessünk. Itt mindenki kikéri az anyja az iskolából, meg az óvodából. Hogy van az, hogy anyám soha nem kért ki sehonnan, csak mindig lökött. Talán a szeretet, tudod? Az... Állok, mindig örültek, ha ott voltam. Hol, otthon? Aha, igen, néha bevittek vasárnap is, hát ha beveszem. Janika, menjék, kevesen vannak. De nincs itt semmi. Bemelegítés, 10 perc, fogócska, Janikám. De egyedül vagyok, avaj, egyedül vagy, nem baj, fogócskázzál. Ja, nem, tényleg egyébként jó volt. Gyerekek, hosszú turnén vagyunk túl, nem? Nagyon. Hosszú volt azért ez az egy hét. Te ugye elköszöntél a családodtól, és aztán most láttad őket újra, vagy tegnap este? Nem, te voltál? Megyek még haza most. Te még egy hetet rászervezel? Persze, még vele, hogy megyek egy kört. Én igen? Megyek még egyet, még egy Sopron, egy Kecskemétet, egy Baját, és egy Salgótarját lenyomok. Volt, amikor két hetet mentünk egyébként. Volt ilyen. Volt, amikor két hetet mentünk. Gyerekek, azt mondjátok meg nekem, hogy van az, hogy valaki 410 milliót nyer úgy a lottón, hogy közben egyébként eljárás folyik ellen? Ezt olvastátok, ezt a cikket? Ez hogy van? Hogy hát közben azért nyugodtan kimehetsz, kitölted a finom kis kandit, és 416-ot behúzol, majd abból visszafizeted egyébként azoknak, akiknek tartozol? De egy magyar srác csinálta, aki ugye a celebeket is lehúzogatta pénzzel. Mert ez szíves szerint azt csinálnád, hogy mondjuk a közügyektől való eltiltás, mert eltiltanád a szerencsejátékoktól. Nem, csak lenyúlt egy csomó. És halmazati büntetésként, és te lottó! Hát ez...
Csak érdekes a dolog, mert hogy ugye lenyúlsz egy csomó pénzt. Igen. Emberektől. Igen. Mondjuk 100 millió. Sokaknak ismerős a sztori. Igen. Igen, ugye hát most azért ez... Igen, kezdj csokon Marika, bárhol is tetszik lenni, igen. Lenyúlsz mondjuk valakitől 100 milliót. Én meglopplak téged 100 millióval. Én abból lottószelvényt veszek. És nyerek belőle 416 milliót. Uh-huh. Akkor visszaadod-e a 100 milliót a Janinak? Szerintem nem. Ha engem kérdezel, 100 millió forintot költött lottószelvényre. Úgyhogy közben egyébként eljárás folyik ellene csalás miatt az úriemberről, aki szól. Tehát azt lopott hogy? Pénzből én veszek 100 millióért lottószelvényt, majd nyerek belőle 416 milliót. De most hogy lehet 100 millióért lottószelvényt venni? Ezt mondjátok már, bemész egy lottózóba és reggeltől estig ezért töltöd? Egyébként az egy, nagy, az egy nagy meló. Hát 100 millióért. Ugye, hogy azért ott van egy kis adminisztráció. Aranyom, adjon már, menj! Egy-egy, kettőt, hát ilyen 6000 szelvényt töltsön már ki nekem. Gépi vagy kézi, jó lesz azért, a gépi. Azért a neten gondolj is adott egy időtúllépési faktor. Tehát mire kitöltöm, mert ugye az a neten keresztül is lehet. De mi van akkor, hogy egy hagyományos úton történt? Szépen megcsinálta bent a cellába, aztán odaadta a főtörzsnek. Á, menjen már le hétvégre, adja jó, már. Jó, de hogy adta oda 100 milliót neki? Nála volt? Jogos. Igen, és ugye nem egy szelvénnyel nyert, hanem 100 millióért vett. Tehát az a 100 millió, az már ugye kiderül, mert egy büntető eljárás folyik ellen a csalás miatt, hogy ezt másoktól szedte el az illető. És utána ő 411 milliót kap, leüli. Hát várj, a százat visszaadja, akkor marad 311 millió. Na jó, de hogy visszaadod, ugye attól az még bűncselekmény. Az tehát attól az ugyanúgy bűncselekmény, hiába fizetette vissza. Majd a elvett 100 millióból mondjuk te leülsz másfelet, és kijössz vidáman, és van mondjuk 300 milliót. Hát ez egy jó biznisz. Hát nem? Az a baj, hogy ha 100 millióért veszel szervényt, akkor még nem biztos, hogy nyertél. Akkor még nem biztos, hogy nyertél. Az ötös lottónál azt hiszem, hogy az nyomorult, hogy 100 millióért veszel szervényt, és van egy kettesed, nem? Aha. Mennyi? Hát 100 millió, és még van egy kettesünk, 1200 forintot. És itt egy hármas, ja nem, ez csak kettes. Azért az nem egy az jó. Az kellemetlen. Nem egy szerencsés csillagzat, figyelj, igen. De, ilyenkor egyébként, hogy azoknak az embereknek nem figyelik az adatait, a számláját, stb., akik mondjuk csalásért ülnek, és valakit mondjuk meglovasítottak, nem. Vagy megkárosítottak 100 millióval, ott nem figyelik a számlát, vagy van egy stróman, akin keresztül intézik ezt a dolgot. Hát, nem, hát, te még, van ez nem, az nem, 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 eljárás folyik ellene, büntető eljárás. Tehát nyilván nincs még jogerős ítélet, csak folyik maga. Azt mondja, nyomozati szakaszban van, vagy már nem tudom milyen szakaszban, de egy büntető eljárás folyik ellene. Hát addig te be tudsz menni, és tudsz venni lottó személy, csak azon gondolkoztam, hogy ez vagy előre látom, jó biznisz. Vagy előrelátom, és már a Tipmix egyenlegére felteltett 100 millió forintot korábban, és akkor így történt a dolog. De szerintem ez egy akkor összeg, ami láttam még mondjuk a Szerencsejáték ZRT-nél is nyelnek egyet. Mennyi idő 100 millióért vett szelvényt kitölteni? Tehát mennyi egy szelvény? 1500 forint? Most oszd el a 100 milliót 1500 forint, akkor kijön mondjuk, hogy hány darab szelvényt tudtál ebből megvenni. 100 millió osztva 1500-zal. Feri, hát ezeket a fejében van. Mennyi 500 forint a szelvény? Legyen 500 forint, az mennyi? Meg, hány szelvény? Hát, basszus. Ne, próbáld meg, hogy kiszámolod, beütöm, hagyd a fenébe. Akartam mondani, hogy ott a telefon. Egyszerűbb. Igen? Mennyi? 500-zal? 500-zal, mondjuk 500 forint. Az 200 ezer darab szelvény. Hát ez lehetetlen kitölteni. 200 ezer darab szelvény. Ült bent Marika, nem finom. Ja, még csak a 600-at nyomtatja a gép 200 ezer darab szelvénynél, azért abba beleizzadt. És figyelned kell arra, hogy ne csináld kétszer ugyanazt, tehát ne x-elt kétszer ugyanazt. Azt írja a bulvár sajt, hogy az egyik terminál fél napon keresztül nyomtatta a lottószelvényt. Fél napon keresztül. A csávó meg állt bent egy bőröndel, amiben volt 100 millió forint, és ebből ő egyébként visszaforgatta, vagy hát megnyerte a 400 milliót. De ha van 100 millió, azt földobod egy ilyen lottózásra. Nem tűnsz el vele? Hát sokkal fontosabb kérdés, hogy aki mögötte áll, azzal mi van. Ne haragudjon soká. Látom ezt a mennyiséget. Bocsáss, hogy egy hatos kárt, meg egy skandinávot leadnék gyorsan, aranyom, engedjen már előre, nem? Hogy mi van azzal, aki azért beáll egy ilyen eléd, nem? Mennyi lesz? Hát 100 millió. Nyomtassa anyuka. Hadd szólja. Egy idő után már nem állsz ki a sorból, mert azt hiszed, hogy mindjárt végez. Most már nem adott fel a helyedet, nem mész át máshova. Hogy ez valami elképesztő? A Marika főzzél már nekem egy duplát, mert már nem megy, nem bírhatni. Tényleg mi van, ha nem nyer? 100 milliót megraksz és nem nyersz? Ez az. Vagy ott már matematikailag nyilván kijön az esély, nem? Nem jön ki. Nem jön ki? 4 milliárd forintnál jön ki az esély. Tehát most lenne érdemes venni 4 milliárd forintért szelvényt az ötös lotton, azt hiszem 4 vagy 5 milliárd, akkor még bejebb se vagyunk. Tehát 4 milliárd forintot kell egyszer elkölteni beszélt, ahhoz, hogy már biztos, hogy legyen találatod? Igen. Tehát most nyerné vele 600 milliót. Tehát ha van 4 milliárdod, akkor ma délután beköltöző, holnap délután 4, nyomtatjátok a szelvényt, és értél 600 milliót. Hülyének is megéri, elköltök rá 4
4 milliárdot, és nyerek vele 600 milliót. Nem csak elolvastam ezt a cikket, hát ez egy jó biznisz. Megrövidíted, megforgatod, nyersz vele, leülöd, kijössz, és van 300 milliót. És nem? Most hát, egy 100 milliós csalás, ráadásul visszaadod, mit a enyhítő körülmény, nem tudom, beleszámít, nem számít, mit a másfél év. Ülsz másfél évet, de van egy finom kis 300 millió. Jobban fizet, mint az acskó ragasztásos itten. Hát annál mindenféleképpen, igen. Van az összeg, amiért elmennétek? Tessék, mik három. Böribe. Tehát van, mennyi időre, azt attól függ, hogy hány fő zárkon. Hát kivel akarsz lenni? Azt mondják, az előzetesnél egyébként nincs szőr. Alsó ágy, főső ágy, vagy a combom rögtön. Tehát az előzetes a legrosszabb, amíg ugye hát nincs kimondott ítélet, mondjuk, hogy nem kapsz letöltenőt, előzetesben vagy. Na, az nem olyan durva. Az előzetes sokkal durvább. Nem, ott csak ártatlanok vannak. Hát, bárkit megkérdezel, ott mindenki ártatlan. Hát ott ilyen 20-30-40-en vannak egyszellában, hetente kétszer fürdesz, heti egy órát mész ki a szabadba. Tehát mondjuk lehetne ez a következő morningsos kitelepülés. Nem? Tök jó. Úgyis, tök nehezen találunk már ki olyan dolgot, amik igazán kihívás számba mennek már nálunk. Nem? Ez előzetesben, sorsolásos alapon. Egy hét. Én azért azt lehet, hogy kihagynám. De van mondjuk 300 milliót, én elrejtek. Beások egy fal alá. És mondjuk... Nagyon életszerű. És tudod, megyek is egy plázát, kivágták a falat, és ráhúztak egy plázát. Ó, az iskola, Gyuri, nézd már meg, mit csináltak. Ráhúzok még egy papírzacskót, az majd biztos megvédi, 15 év múlva találkozunk. Hát nem, hát most én ellopok mondjuk 400 milliót. Igen. Azt én tudom, hogy hol van. Én bemegyek és leülöm a mondjuk egy 2,5 éve, egy fél évecskémet azért, hogy várjon ott 400 millió forint. Hát ez egy jó biznisz. És kijövök, kiásom, és megvagyok, nem? 2,5 év. 2,5 év utána nyilván nem tudsz azonnal elkezdeni költekezni, mert figyelnek téged, tudják, hogy eltűnt egy csomó pénz, de kijössz, veszel egy Maseratit, egy balatoni nyaralót, meg mint mondjuk a házat a Rózsadombon. Azért az gyanús. De ha okos vagy, és nem vagy hülye, akkor egy idő után ezt el tudod kezdeni használni. 2,5 év a bőrében, 400 millióért, tessék. Bevállalnál? Nem. 2,5 év az életedben. Hát attól függ most, hogy mit követtél el nyilván, 3,5-2 fél. Nem fog megismerni egy gyerek. 2,5 év után? Hát miért a Noel most nálad? Meg nincs olyan élménye. 3 éves lesz, ki ez a bácsi? Hát de jöhet be hallgatóra, bejön az avjához, fölveszük a telefon. Tök jó. Mi volt az oviba? Meg nem emlékszik az ebédet. Pláne, érted, ki jön, akkor gyakorlatilag ezért mondtak neki bármit. Nem emlékszik rá. Mi az az összeg, tessék? Tehát vár kint valamennyi. Téged mondjuk te rejtetted el. Tehát 2,5 évet kell most be... 3-at mondjuk. 3 év. És a lakhelyedhez legközelebbi büntetés végrehajtás intézetbe kell bevonulnod. Mennyiért ülsz helyettem 3 évet, felezünk? 4 év. Vagy mennyi? Ez a jó, bíró úr, 3 évet kaptam, de 4 év, legyen már legyen. Legyen 4. Nagyon sokat loptam. Mi a pénz? Mennyi a pénz? 100 millió. 100 millió? 4 éve? 4? Azért az kemény, a 4 év azért hosszú idő, de várként 100 millió. Hát ez a kérdés, hogy kinek igen. Mi az összeghatár. Csokolomat hátul, de kérdezel meg a hölgyeket, mennyiért tetszene bevonulni a börtönbe? Semennyi? Vár, 300 millió. Hát egy ilyen 300, igen. Ugye, hogy azért ezzel sokan eljátszanak ezzel 300 millió, 3 év. Hát? Elhusson a fiatalságod nagy része. Hát igen, de a pénz az ott van. Yeah, szerintem a lakosság nagy része egyébként megtenné, hogyha valamennyi várjaként és azt fixen megkapod, akkor te bevállalod azt. Nagyon a 3 millió. Nagyon bólogatsz, mennyi? 100 millió. 100 millió? És azért mennyit vállalnál be? Hát, simán. És az a gyönyörű gyerek, aki itt áll előtted, anya nélkül lő föl. Az semmi. Hány éves vagy most, Szívi? 11 lesz. 11, tehát elballagott. Nem baj, most rád írattam, ne foglalkozzál vele, van egy plusz gyereket. Hogyha, ha ennyire igent mondan erre mindenki, akkor össze kellene hoznunk egy vállalkozást, alapítsuk meg a bértettes ZRT-t, vagy KFT-t, érted? Aha. És gyakorlatilag ennyit kellene csak csinálnunk, nem? És 10%-ért mi ellopjuk a pénzt, és ő leüli, vagy hogy? Nem, hát ő leüli, nem. Aki valaki leszeretne ületni velünk egy bizonyos büntetést, kapna érte mondjuk az illető 100 milliót, meg mi is kapnánk belőle mondjuk 10-15% részesedést, érted? Még kész. Nem érzem mindenki a piacérést. Igen, még nincs meg. Mondjuk ebben az a kemény, igen, hogy mondjuk lopsz egy csomó pénzt, veszel egy csomó szelvény, matematikailag ki, hogy ötösöd lesz, csak még 6 darab ötös van, tudod. És mondjuk 4 milliárdot elköltöttél, de közben mondjuk kiderül, hogy 6 darab ötös van, és fizetnek mondjuk neked 800 milliót. De neked van az az összeg, amiért bemennél? Ha fixen vár kint. Egy összeg. És mondjuk három évet kell bevonulnod. Nem kopik úgy az okniben. Nem? 3 évet aha, kell. Az is igaz. Kiszedünk téged előzetesből. Hát, viszont a tér nem annál inkább. De hát tudsz gyúrni. Kapsz egy jogerős ítéletet, hogy mondjuk ne előzetesben legyen, mert az tényleg elég kegyetlen, hanem mondjuk legyen egy 2 főcellád, viszonylag normális körülmények. Hát hány év? És, hát ez a kérdés, igen, hogy meg mennyi pénz. Mondjuk várkint téged 500... Évente 100-ért.
Évente, minden évben 100 ketyegjen? Azt szerintem ez korrekt. És mennyi menné? 30-40 évre bemenné? Ezt már kibírom el. Jól érzem, mint magam, hát már 3 milliárd van a számlám, de Jani, ben vagy 30, hogy gyere már ki, csinálj le, hülye vagy. Á, jól érzem, mint magam. Tehát évente 100-at bevállalnál? Igen, igen. Aha. És meddig maradnál? Tehát 2 év után 200 millió, ki 100, vagy azt mondta, hogy húzzunk végre? Hát attól függ, milyen a konyha. Igen, meg hogy közben Mónika mennyit költ, nem ugye? Nem tudom, milyen a piskóta kocka a csillagban, érted? Jó, a társaság az is számít. Na, hogy van ez egyébként, hogy ha én mondjuk 5 évet ülök le, akkor utána én ezt a pénzt, ezt kiáshatom és elkölthetem? Vagy ugye nyilván ez nem évül el, tehát nem arról van, hogy te bevonultál 1 milliárddal, elsikasztottad, elrejted, mondjuk mit tudom, hogy Marcsika megjelenik, felbukka, hazahozzák Venezuelából, mit tudom én. Leül 12 évet, de van neki 2 milliárd. Utána azért azt, hogy nem tudja elkezdeni nem, elkölteni, hát, nem. Nem? Tehát az nyilván vagyonelkobzás, ha nem találják meg, akkor azért utána is van egyfajta ilyen követés, hogy hirtelen kijössz. De akkor örökké tartozni fogsz, és mondjuk elhelyezkedik Marcsika, miután kijött, nettó 125 ér, akkor abban egy 100 000-et levonnak? Ez így van, 4 milliárd forint, elkezdik vonogatni 30 000-esével, igen. Elketyek egy darabig. És szépen vonogatják. Ugye, hogy azért ez egy érdekes gondolat, hogy kinek mi az az összeg, vagy az összeg határa, miért azt mondta, hogy hát azért két év hamar elmegy. Viszont van mondjuk 50 millió, 100 millió, 300 millió, mert ki. Ha már bemegyünk 2 évre, akkor 1 milliárd, nem? Akkor legyen nagy pénz. Két évre 1 milliárd? Hát nem, hát ha már bemész, akkor azért abból már megvagy. Na én nekem a 100 millió is elég lenne. Jó, akkor 900 az enyém, te ülsz, 100-at megkapsz a végén, megvagyunk. Igen. Írnak nekünk olyanok, akik voltak bent, egyébként az előzetes nyug is írja valaki, nem tudom, én ezt egy ügyvédbarátomtól hallottam, hogy ő volt bent, és az álltak az a legkeményebb. Tehát az előzetes nyug is 4 cella, heti 1 fürdés. Na a letöltő 16 személyes zárka, voltam bent 100 milliárdért se többet, hidd el, sem ennyiért, írja nekünk egy hallgató. Anna, ha esetleg tudod, hívd már vissza, csak kíváncsi lennék, hogy mit mond. Nyilván, ha nem akar beszélni, az is jó, de hát ha elmondja nekünk, hogy milyen állapotok vannak benne. Az megvan, hogy most folyamatosan perlik a magyar államot? Mire? Nem, ja, hogy a börtön? Hogy a börtön, és fizetnek egyébként az elítélteknek azért, mert hogy ugye hát nem jogszerűen emberi körülmények között tartják őket, és sorra nyerik meg egyébként a magyar állam ellen, igen, a pereket. Ez is egy érdekes téma, hát, igen, nem? Ez egy érdekes téma felvetés. Olvastam egy olyan apukát, akinek a lánya már nem él, és nem akarom szomorú felé elvinni a sztorit, de hogy lecsukták az elkövetőt, és most ő elkezd perelni, és azt mondja az apu, hogy tényleg, most tényleg te még pénzt fogsz kapni. Ez egy érdekes... Azért van egy ilyen olvasata ennek a dolognak. Ez egy érdekes téma egyébként, és hogy sorra nyerik. Így van. Tehát van egy híres ügyvéd, aki képviseli őket, és folyamatosan nyerik a pereket egyébként, hát, a magyar állam ellen. Mert Európában vagyunk egyébként, Dél-Amerikában nyilván. Nyilván ezek csodaszámba mennének ezek a helyek, ahol nálunk ülnek, mert hogy Dél-Amerikában hallottuk egy pár héttel ezelőtt, hogy milyen körülmények vannak, viszont mi meg nem vagyunk se mondjuk a norvégokhoz, vagy a svédekhez képest, ahol konkrétan üdülőkben ülik le a büntetésüket a rabok. Na, az is egy másik érdekes téma felvetés, ugye, ahol... Két téma is a jobb étre. Nem tényleg, hogy ugye konditerem, televízió, egyágyas zárkák, 40 négyzetméter, napfény, sétálhatnak, hogy szinte tulajdonképpen magyar szállodák vannak hasonló állapotban, amilyenek például a norvég és a svéd börtönök, teljesen más gondolnak egyébként a büntetés végrehajtásról, mint más európai országok, vagy mondjuk Magyarország. Azt mondják, hogy máshogy teljesen más a mentalitás és más a gondolkodás. Na mindegy, ez egy érdekes felvetés szerintem, hogy ellopok gyorsan 100 milliót, megpörgettem, keresek belőle 400-at, és aztán az enyém, mert én csak 100-at loptam, nem? Azt visszaadom, leülök, de marad 300-am. Na jól van, jelenleg egyébként azt olvasom, hogy az Origo információi szerint 430 elítélt perli a magyar államot. Gyerekek, az nagy sikítás lesz, az európai bíróságon. Hát meg a fogvatartás milyen összegeket kapnak? Hát 2 millió, másfél millió, 2 millió, 3 millió. És mi van, hogy elbukják? Rabok fizetik a perköltséget? Azt nem tudom. Mert azért tényleg, tehát hogy ott valamelyik nincs is bent rendszeres jövedelem, hogy miből fogja kifizetni, okay. Egyrészt. Másrészt meg szerintem egy kicsit ilyen vaktyúk is talál szemet alapon mennek neki. Hát megvan egy itiner, hogy kell tartani az elítélteket, és ha azt nem tudja egy magyar börtön tartani, akkor te elvileg perelhetsz, mert ugye, hogy embertelenül bánnak veled, és nincsenek meg azok a körülmények, amit elvileg az államnak garantálnia kellene. Itt van velünk Laci, hello Laci, jó reggelt! Sziasztok! Hello Laci, te voltál bent? Igen, voltam. Te írtad az SMS-t, amit beolvastam? Igen. Te mennyit voltál bent? Csak 30 napot, meg effektív egy félreértés miatt, de tudjátok, aki bent van, az mindenki ártatlan. Igen. 30 napot voltál... 35-36 napot, így van.
35-36 nap, de ez előzetes volt, gondolom akkor, nem? Nem, ez egy gyors hajtás volt, egy pénzbüntetés, amit levontak a számlámról, ennek volt egy háttere, hogy azt miért nem látták, és effektíve rendőrök utcáról bevittek, és hát 30 napig voltam mentőben, addig tartott, amire a kollégám kifizette ezt a pénzbüntetéses történetet. Uh-huh. És azt hiszed, hogy te semennyiért? Tehát ugye játszunk ezzel a gondolat, hogy 300 millió, 500 millió, te azt mondod, hogy semennyiért. Miért? Én nem jöttem azt, hogy semennyiért. Nem, akkor lehet, hogy nem a te SMS, hogy semennyiért nem mennék vissza. Volt egy ilyen SMS. Nem. Nagyon sokan vannak bent, akik bemennek pénzért. Én nem mennék már vissza. Tehát őszintén mondom, akinek van kint egy egzisztencia, és így hirtelen. Mert nagyon jó helyen lakok a harmadik körletben, semmi gond nincs ezzel. És az utcán elkapnak, bevisznek, tehát van egy olyan egzisztenciai visszaesésed, hogy lelkileg tönkre vág. Nagyon. Aha. Ez mit jelent, hogy nagyon sokan vannak bent pénzért? Hát vannak olyanok, akik mondjuk Baracskára jöttem ki, ott téged kiraknak az utcára, és jó idő, mennyi az van 2 kilométered, amire effektíve eléred, vagy 2, de úgyis 7 kilométered, amire eléred a vasútállomást, és vannak olyan emberek, akik már ott várják azokat, akik szabadulnak, vannak, akik nagyon-nagyon mély körülmények között élnek Magyarországon, és fölajánlják nekik, hogy lenne egy ilyen lehetőség, hogy fölvállal valakinek a büntetését. És akkor ő fölvállalja, igen, én követtem el azt a garázdaságot, én követtem el, és a bíró ad neki 2 évet, és azért támogatják bent meg a családját, akik kint vannak. De itt nem 100 milliókról van nem szó, gyerekek, hanem 100 millió értetek az emberek, 100 millióért bemennek még 5 évre is. Tehát itt arról van szó, hogy a családját kint támogatja egy bizonyos réteg, és ő az az ember helyett bemegy, és ott kap 3 napi étkezést. Egy kicsikét számoljunk utána, mondom, nekem az 1 hónap ez nagyon-nagyon tanulságos volt. Kap 3-szori étkezést, meleg ellátása van neki, nem kell annyit fizetnie. Most van valami raptartási díj, ami szerintem egyébként nonsense, nem is vonják le senkitől, tehát ebből még majd perek lesznek. Pont erről mennek a perek ki Strasbourgban. A lényeg, hogy nagyon sokan bemennek, csak azért, hogy a családját támogassák, ő ott bent kapjon 1 hónapban 1 csomagot, és éljen. Na most volt velem 2 olyan srác, akik doktorok, tehát volt egy történész gyerek, aki könyvet írt, volt egy másik srác, aki jogász, ők teljesen összezuhantak, tehát ők egyszerűen... Jó, mondjuk ők sem véletlenül lehettek bent. Nyilván nem véletlen voltak bent, de hát nyilván az ember azért megtörik, persze, hát azért mégis csak börtönről beszélünk. Igen, de akik nem törnek meg, akik tényleg ilyen körülmények között is nőttek föl, ők simán bemennek. Ez nem kérdés. Hogy mások helyett is ezt mondod. Ezt sokan vannak bent ilyenek, és a körülmények, hát ez brutális. Tehát ez valami hihetetlen. Én meddig 10 napig voltam egyedül egy cellában, úgyhogy csak a tárgyikát nyitották ki nekem, és akkor bejön egy felügyelő, és mondja, hogy hát maga nem is fogházas, hanem csak fogdás vagy elzárás, és nem tudom, hát elnéztük ezt az egy szót. Akkor most kijöhet sétálni 1 órát. 10 napig csak kinyitották azt a kis ajtót, amin beadták neked a kaját? És mindez egy gyors hajtásért? Egy gyors hajtásért 4000 forintos büntetést kaptam, amit én nem fizettem be, mondtam, hogy vonják le a számlámról. Az, hogy azzal mi történt, meg hogy történt, ki hibázott, az majd egy polgári pereség. Nyilván ez egy hosszabb eljárás, persze. Persze. A kollégám körülbelül 10-szer volt bent a Markóban, hogy be tudja fizetni a pénzt, hogy engedjétek már ki az embert, mert dolgozza. És 30 napot voltál összesen. Aha. Hát 35 napot, amit aki bemegy 1 évre, annak az élete. 24 éves srácokkal találkoztam, próbáltam beszélgetni velük, 4 éve vannak bent. Annak az életével mi lesz? Tehát az onnantól fogva az ember az... Hát igen, mondjuk nyilván nem feltétlenül véletlen van azért bent, ugye? Tehát, hogy persze... Lopásért vannak bent. Hát igen, tehát, hogy azért most az ember azt mondja, hogy sajnálod őket, hát azért nyilván véletlenül került oda, hogy mi lesz az életével, hát ő döntött úgy, hogy rabolni fog, ő döntött úgy, hogy lopni fog, vagy ölni fog, tehát, hogy azért... Csak akkor kérdezem azt, hogy miért van, hogy mondjuk Hollandiában, Norvégiában a visszaesés az mondjuk ilyen 10%, Magyarországon 90% fölött van. Nyilván, persze, hát ez börtönszociológia, persze, erről nagyon érdekes könyvek vannak, hogy mit csinálnak más, hogy például az északi államok, és hogy miért nincs ott visszaesés, és hogyan helyezik őket vissza az életbe, és milyen esélyt kapnak, tehát ez egy hosszabb fejezetlenet. Tehát neked nincs is az a pénz, amiért mondjuk azt mondod 1 év, 2 év, ami milyen gondolatmeneten elindultunk, hogy mit tudom, 300 milliót valahol elrejtesz, és azt mondod, ülsz érte 2 éve, tehát nincs. A pénz nem boldogít, tehát gyerekek, vannak ilyen közfejek. Tehát én sokkal jobban érzem magam, dolgozok, csinálom, építem a karrieremet, eddig is ez volt, és egyszerűen bevisznek, és bezárnak, tehát 4 fal között vagy. Hát igen, nincs nyilván semmi, ez a börtön, persze. Nem lehet megfizetni, aki ezt egyszer megcsinálja, az ezt úgy hívják, hogy függővé válik. Tehát,
vissza fog menni, mert egy biztonságot kap, mint a nők, ugye ők is arra szeretnek menni, kap egy biztonságot, stb. Ott biztonságot kap, megkapja a napi háromszori étkezést, el tud menni. Persze, annak, akik már nem is érzik jól magukat a külvilágban, azért mennek vissza. Nem, igen, hogy nyilván ilyen is van, de ez már egy másik történet. Nem, vissza akar menni, bármit bevállal. Köszi, hogy elmondta, csáó, köszönjük szépen. Hello. Na most ki akar bemenni a börtönbe? 100 ugye? Ugye, hogy átgondolod? Azért ez? Van, igen. Aki még akar. Igen. Na jól van, oké, kicsit komolyabbak lettünk, mert napi sajtó hozta le ezt a cikket, és az ember ilyenkor elkezd gondolkodni, hogy ilyen érdekes történetek vannak. 9:30 múlt, pontosan 2 perccel, nem sokára sorsolunk, mert hogy vannak még nyerteseink, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait is, úgyhogy jövünk egy pici reklám után. FM-en. 3:10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, a kitelepülésünk utolsó helyszínén vagyunk, ugye? Az Árkád üzletháznál, gyerekek, nagy mázlink volt, már ami az időjárás illeti, tényleg. Tehát megúsztuk a dolgot, és ugye május 4-e és 14-e között kellett vásárolni a budapesti Árkádban, bármekkora összegben, és regisztrálni egy játékra, az ment nálunk is, de egyébként ezen felhívószpot, és... Volt egy sorsolás, ami ugye arról szólt, hogy mindazok között, akik kitöltötték a nyeremény szelvényt, kisorsoljuk azt, aki nyert különböző értékű Van Graaff vásárlási utalványt. Szerettük volna meghálálni tulajdonképpen, hogy vannak, akik itt vásárolnak, és beneveztek a játékra, valamint regisztráltatták saját magukat. Ezek kis Van Graaff utalványok, vagy nagy Van Graaff utalványok? Ezek szabad szemmel szinte nem is látható, láthatatlan. Annyira nagy, hogy ránézek, hogy ez óriási. Mondom neked, hogy egy darab 100.000 forint értékű Van Graaff vásárlási utalvány, volt még egy darab 100.000 forint értékű Magenta vásárlási utalvány, és egy darab 70.000 forint értékű Gap vásárlási utalvány. Menő. Ezeket sorsoltuk. Na, lehet, hogy egyébként itt vannak hallgatóink, akik játszottak, de ha nem, nem baj, mert hogy úgyis felveszük velük a kapcsolatot, telefonszámot, mindent meg kellett adni. Az elsőt úgy hívják, hogy Sebestyén Tamás. Ja, nem? Ja. Kicsit feltűnő. Gratulálok neki is, mint ahogy a kis Madon Miklósnak, illetve Rákóczi Győzőkének. Na, gyerekek, volt közjegyzőnk ezen a sorsoláson? Hogy tényleg? Ne lett volna? Hogy ne, vicces. Egy fiatal közjegyző, milyen ritka, általában Marikák a közjegyzők, ugye, akik háttalálnak a kamerának. Még esetleg lehet, hogy ő Marika, csak fiatal Marika. Igen. Kérdezzük a közjegyzőnket, minden rendben tetszett találni a sorsoláson. Így van, hát akkor. Meg is vagyunk. Igen. Na, azt mondja, hogy Koska Ágnes 973-as sorszámmal nyerte a 100.000 forint értékű Van Graaff vásárlási utalmány. Drága Ági, ha hallasz minket, akkor lép velünk kapcsolatba, ha nem teszed meg, akkor mi lépünk veled kapcsolatba, küldjük az embereinket, bárhova bújtál, megtalálunk. Igen. Nem tudsz elmenekülni. A tömegben így feltették rögtön a kezüket, és át is vennék rögtön az ajáték utalmát. Itt van, akit Koska Ágnesnek hívnak? Itt van Ágnes? Itt is bólogat egy srác, hogy igen. Vinnéd az utalmát. Most voltam, hogy nem váltam műtéten. Nem mai vásárlás, tehát nyilván nem biztos, hogy itt van. Május 4 és 14-e között kellett vásárolni. Itt az Árkádban. Egy darab 100.000 forint értékű Magenta vásárlási utalmány nyertese volt. János, van neved, vagy csak nekem van? Csak neked van. Hamza Barnabásnak hívják. Itt vagy, Barnabás? Itt vagy a helyszínen? Ravasz vagy, ezért egy személy gyorsan megnéznénk. Adj játékos a bácsi. És egy darab 70.000 forint értékű Gap vásárlási utalvány pedig, úristen gyerekek, ki írta ezt nekem ide? Te voltál, Zsuzsi? Nem? Te voltál? Rucui Viola, remélem jól mondanom a nevét. Viola, drága, te is nyertél. Úgyhogy, ha hallasz minket, akkor írjál. Jó, de mondom, megtalálunk, mert minden információnk megvan. Úgyhogy ők voltak a nyertesek, jó, gratulálunk nekik, köszönjük szépen, hogy játszottak velünk, és akkor mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk a mai napon. Több témánk is volt egyébként. Tamara megérkezett a bölcsis gondozónő, és ráccal is beszélgettünk, aki föld alatti járművezetői tanfolyamra jár. Kicsit faggattuk a hallgatóinkat, hogy kik ők, honnan jöttek, mit csinálnak, és mivel foglalkoznak. És kéreg vasút. Így van, pontosan. A kéreg alatti közlekedésben volt nagyon otthon. De valójában ő a mozdonyvezetők zárt kasztjába szeretett volna beletartozni, és belekerülni. Nem sikerült. Igen, találkoztunk egy lányzóval, aki ének érettségére készült a mai napon. Azt el sem akartuk hinni, hogy van ilyen. Hihetetlen tehetség volt egyébként. Igen, őt is megszólaltattuk, valamint a szlengekről beszélgettünk, hogy ma már van egy bizonyos nyelv, amit a fiatalok használnak, mondanak egymásnak, mi szülőként hát egyre nagyobb aggodalommal szemlélünk, hogy kevésbé értjük már ezen dalszövegeket, a saját gyermekeinket, amikor szlenget használnak.
arra kértük hallgatóinkat, hogy ők írják meg, hogy birkoznak meg saját gyermekük szleng használatával. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Na, 8 perc múlva pontosan. 10 óra, kösz, igen, mindig bajom volt az órával, igen. Hol a Jani? Elvitte a tömeg, mert egyel kevesebb ajándékot tudott kiadni, és valaki akkor úgy mondta, hogy enyém leszel, kicsi. Elviszlek. Elviszlek. Igen. Ha nincs zacskót, te leszel a zacsi, megtömlek otthon. Jaj, gyerekek. Meg gyerekek. Hát elérkeztünk a turnénk végéhez. M548-as kilométernél valami arab szól helyettetek. Mi van itt? Ez Pisti küldte nekünk. Terjedünk, az van. Egy ilyen szinkron tolmács nyomja a műsort, hogy arra felé is tudjunk sugározni. Jaj, na, itt vagyok. De, jó volt? A persze, csak valaki megragadott, rám rakott néhány kulcsot, és felfűzött egy kulcstartó. És magával akart vinni. Nagyon kedvesek egyébként az emberek. Örülök neki nagyon, csak meghúzott a jobb vállam itt a szatyordobálásban. Azt láttam, hogy nagyon elszántan dobálod a szatyrokat, igaz, hogy az a munkatársaink szatyrai voltak, de hogy abszolút, tehát nagyon elszánt, nagyon elszánt voltál, másokban az értékeiket tartották, de te bedobáltad azt is. Trafiban a főnök irodájának ablakában mérik a lassan közlekedőket, ezt Gábor küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, búcsúzunk szépen lassan, nem? Bizony, az időjárás is idáig tartott ki. Igen, esik, elkezdett egyébként szemekélni. Jó, hát síratják a turnét odafönn, hogy vége. Vége van, igen. Hol jövő héttől újra a festői ülői út. De nekem hiányzik már. A festői ülői út, ami helyszínünk, onnan jelentkezünk majd. Hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, hogy mondja, hogy Morning Show, akkor övé az ajándékcsomag. De nem mondja. Még egyszer, Anna, még egyszer. Ez nem az a típusú foglalt jelzés volt. Más volt, gyerek. Én se értem, soha nem is értettem elsőre ezt a foglalt jelzést, főleg nőknél. Ez mellé. Akkor viszont ne próbáljuk többet. Akkor nincs ma nap hallgatója. Nem baj, egyébként, hát van ilyen, hogy valaki nem elérhető. Mit szoktunk még ilyenkor elmondani? Vigyázzatok magatokra, viszont nagyon szeretünk benneteket, és köszönjük mindenkinek, hogy eljöttetek, szuper volt, egyébként meg tényleg szuper volt az egy hét, ugye Sopron, Kecskemét, Baja, Salgótarján és Budapest, ebből kettőt nem úsztunk meg időjárásilag, de ezt a mait kevéssé, de mindenhol nagyon-nagyon tündérek voltatok, és köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Így van. Ezt akartuk még elmondani, vagy én legalábbis. Így van. Recept? Képzeld el, ez most egy órával ezelőtt jutott eszembe, én annyira turné hangulatban voltam, hogy elfelejtettem megírni. Hétfőre hozok egyet, és akkor azt be tudjuk múlt péntekre, vagy erre a péntekre, esküszöm, most itt egy órával mi ez ezelőtt. Mi ez a szétesettség? Mi ez a munkai fegyelmet? Mert jó volt, turnézni, és hazamentem tegnapot vissza, megint láttam a családot, ez annyira megviselt, érted, hogy mindenki esett a fejemből. Mindent elfelejtettél. Én nem jöttem le valahonnan valami Jamie Olivert, vagy van. Nem szeretem most őt. Nem? Nem, mert ez a fél órás receptkönyv ez nem működik. Megőrülök tőle. Ugye? Megőrülök tőle, igen. Szerezd be 10 dek a csicsókát, 4 kiló kakukkfüvet, 6 dek a sáfrány, tudod. A fél órás recept, hogy áztass be 40 percre a babot. Igen, én belenéztem Jamie Oliver szakácskönyvébe, hát konkrétan a show volt otthon. De tényleg, pedig nincs olyan szuper szeret háztartásom, semmi, de nem tudsz belőle ilyen. Szórjál rá 10 dek a fenyőmagot. Jó. Nyilván, persze, hát minden egyes épkézláb háztartásban van 10 dek a fenyőmag. Na mindegy, igen. Drága budapesti hallgatók, elköszönünk akkor tőletek. Köszönjük egyébként szépen. Itt van az ideje, mert ugye szépen lassan el is kezdett szemerkélni az eső. Nagyon cukik vagytok. Köszönjük szépen. És hát nem szabad elfelejteni, nyilván köszönjük, amit drága jó szponzorainak is, mert hogy azért ilyen kitempülések mögött mindig nagyon jó szponzorok állnak, akikkel mi nagyon szeretünk együtt dolgozni. Köszönjük a 100 liter festéket a Folifarbénak. Így van. Kedden, szerdán reméljük, adtuk. Hogy ők is nagyon... Hát ott voltatok nagyon nagy lelkűek, de az egészet köszönjük. Köszönjük így szépen van, a Vikingnek, hogy azt a fűnyírópályát fölépítette minden egyes állomás helyükön. Börni könyörög a receptért azóta, hogy tudnám megújítani. Hogy tudnám megújítani a Forma 1-et, és azt mondta, hogy megvásárolja a jogdíjakat, mert ezt látni kell millióknak. Ilyen fűnyírót a Transformers 10-be se fognak látni a kedves nézők. Nagyon szépen köszönjük Nissannak, hogy elhozta a focipályát, és hogy Balázs tudott mivel jönni. Nagyon jó, gyerekek, egy kölcsönautó mindig jobb, mint a gyalog kéne mennem, mert hogy még mindig nincs autóm. Csak halkan mondja. De nem sokára lesz, mondanom kell még valamit. Igen, hogy az összes kollégánknak nagyon köszönjük, aki dolgozott, aki utána járt, aki fölépítette a stúdiót, aki elpucolta, tehát minden már köszönjük. Aki elpucolt utána a stúdióból, igen, hogy milyen szörnyű dolgokat hagyunk ki, tényleg sokan dolgoztak ezen a turnén, úgyhogy nekik is nagyon szépen köszönjük, a promóciós csajuknak, mindenkinek, puszi nektek. És a villamos jár egyébként az Őrsnél, tehát hogyha valaki esetleg bár rohadt életben megint, maga sokan állnak a megállóban, nem jár, nem, az a kitelepülésük miatt. Így van, a villamos ki
kiválóan. Kiválóan működik. Csabikám, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szevasztok, hello Budapest! Hello Csabi! Leszel jövő héten? Vagy én vagyok, persze, itt várlak titeket, nagyon. Azt hittem, annyira megviselt ez a turné, hogy elmész Szabira egy kicsit pihenni. Elfáradt, mi? Annyit ment, hogy hallottad, hogy innen, onnan jelentkező, hogy belefáradtál, azt mondtad, na jó, nem, gyerekek. Elárulom nektek most így az utolsó napon, hogy hallgatóként abszolút nem volt fárasztó, sőt, kifejezetten szórakoztató volt és felemelő. Már hogy az utolsó nap nem volt, az a többi az volt? Nem, hogy az egész turné. Tehát lehet, hogy nektek fárasztó volt, hogy sokat mentetek, megjöttetek, de nekünk nem volt, tehát nekünk hallgatóknak nem volt ez fárasztó. Azt hittük, hogy azt akarod mondani, hogy a hallgatók itt nem volt fárasztó, hiszen nem mozgatta meg az agyat. Én csak azt mondom, amit leírtatok nekem, hogy mit mondjak. Jó vagy egyébként. Csabi kámra, meg zenét? És hozom nektek, ráadásul meg az összes budapestinek, aki ott ázik veletek, Iggy Azalea és Jennifer Hudson közös lágerét, Trouble. Óriási dal, meghallgatok. Hogy szeretitek, hogy közönség? Hát, oda néz. Nézd meg, Csabi, mit hoztál neki. És még Europe játék is van, páros belépőket lehet nyerni a Harley Davidson Fesztiválra. A Europe koncertre. Ez egy sláger, ez zenekar a Europe? Hát van ott egy pár azért még. Jó van, Csabikám, hallgatunk. Jó, ügyes legyél. 555-55-00. Ez Csabi telefonszáma, ami pedig hétfőn akkor már újra. A jól megszokott kis stúdiónkból jelentkezünk. Jaj, de jó lesz újra látni a rácsokat. Az ablak belülről. Jó, de jó lesz, igen. Na jól van. Köszönjük szépen, hogy ennyien eljöttetek. Puszi nektek. Köszönjük. Szevasztok. Sziasztok. Ez volt a műsor,